darkness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. PCKLS, a kertvárosi gangster. Iratkozz fel, kommentben várom a véleményed, nyomsz egy szerelmes lájkot a videóra. Hát itt krúzoltak a hős előtt, vagy hat kocsival, biztos nem jönnek rá. Ja, csá, csumi. Nem követett senki. Szia, szivacs. Te hogy ísz? Zsákák, itt vannak a környéken? A sejtenek valamit. Á, faszom. Jó, hát bejönnek, szétbasszuk őket. Szácuci! Figyeljétek oda, itt van egy fehér sprinter. Oké. A fejes sprinter bejön, azonnal lőjük, mert ki tudja, lehet, hogy fel fog robbanni. Mi a fasz van rajta, lovasz iszak? Niklász, te tudsz jól a lóla, leszakod hát, ha? Baszki, veled meg kell védeni a fejemet. Azt mi a faszom? A lilák gyanúsak, hogy nem jönnek, baszki. Ja, leeszel a lécő? Meg a barnák sincsenek még itt. A lilák, a lilák. Ja, le ne essek. A lilák segítettek nekem. Ők nem gyanúsak. Hát van tesó, de nem túl sok. De a dökösünk. Csumizlak. Csá. Imádlak. Mi a pálya? Nincs egy cigit főnök? Nem. Lilák azok visszautasították, mondjuk, az kicsit bajos. Ha mert cickák az ill, ha? Elment csak. Igen. A lilák eddig bizony benne voltak ebbe, úgyhogy... A lilák segítettek nekem. Szerintem csak nem érnek rá. Hát remélem nincs más mögötte, bazd meg. Kettő is? Helyes palac. Szia, Pomuc! Itt van a Gustavo. Oxide várunk. Szia, Doka! Írjatok a számnak, hogy megvan a rendben. Gustavo, fény vagyok, örlegy. Jó, köszönöm! Kérdeztek valamit, Gustavo? Valakinek nem tett esetleg a... Közelmúlva rosszat. Ó, de szerez a rádió, elnézést, nem ezt akartam, hanem a rádió. Hát azt nem igazán szeretjük ilyen rendezvényen. Tudom. Nem hallottam, amit kérdezte? Igen. Nem értem az a baj, nyilván ezt tessék. Hogy mostanában nem tett valami olyat, ami valakinek kiúszhatta esetleg a gyufán. Picit arrébb álltak, kérlek. Nem is tudom. Nincs itt a Robi. Itt van egy sárga ruhás úr. Lehet, hogy a sárga. Igen, miért? De ő itt volt végig. Tudom, lehet, hogy voltam úgy, lehet, hogy robáltam meg a rendőrotokat szarral. Uram, mondja csak, egy 15 perc ezelőtt nem járt itt a főpublik környéken, nem rosszból kérlek. Ja, háromszor is. Igen? Ja, persze. Lehet, magát keresjük. Ja, én voltam. Hagy szagolja meg a kezét, uram, tartsa ki, legyen szíves. Persze, az arrad benne rúgjam fel. Nem kell, azt nem kérem, köszönöm. Inkább megszagolnám. Ja, én voltam. Maga dobálta meg rendőr autót szarra? Persze, hogy nem, én nem tudom, mert ott sem voltam. Ja, nem tudom ki volt, de nagyon ügyes volt, meg kéne tapsolni. Hát beszarok. Hát akkor lehet, hogy maga csá. Volt. Mi van már, biztos, hogy írsz kecsög? Ah, nem olvasz még a SMS-t, gyere a piloszpol, kloász második emelet, ülisz van, vagy mi? Ja, nem csak azt akartam kérdezni, hogy valamikor nincs kedved, kicsit korábban ébredni és kocsikat lopogatni. De. Semmi pénzem nincs. A nekem szem, lopasz, és a gyerek tartás szívem már. Na, gyere ide, Filosz Balkuló, az kettő szemület. Jó, mindja. Hát de mit? Hát semmi gyanús, persze. Ja, egyébként mi volt ez a fegyver ezelőtt? Ja, elnézést, hát nyilván van nálam, csak hát össze-vissza vagyok, szét vagyok peregve. Ez nem illegális. Még egyszer? Nem illegális az a fegyver. Illegális? Hát a Uzi szükség volt nálam. Nem tudom, hogy nem, uram, ez egy Scorpio, az rendőrségi lőfegyver. Na, mi rendőrautó? Igen, az... Tudja, az ami rendőr. Az nem baj, Gustavo, gyertek be! Ja, megyünk csak... Helyebb a buszsal fogunk menni. Szegítsz kilni? Előbb lepakolunk. Ja, nem kell, Tici. Csámásznak ez olyan jó nagy. Fegyverig és mi kell? Pont az él. Gustavo, te a rendszámainkat írkálod? Persze, hogy az ne, hát nézzétek meg, látod? Ez, hogy az él észti, mik hagyjátok is? Hogy nézd meg nyugodtan. Nézd meg ezen a papíron. Látod, nézd, csak meg is mutattam neked. Aha. Én is ránézik. Nagyon figyelem. Látod? Miért az összeszokat a papíron? Önarcképet csinálok éppen, mert új.
önarcképet csinálok. Cüci, te hagytad, hogy lelajzoljon, cüci? Gusztáv, szerintem semmi dolgod itt most amúgy, hogy faszokat rajzolok a sépten, amúgy ezt lehet a rendőrséged is. Hát persze, csak nekem meg kell ellenőznem. Buzi vagy, tesszük. Aha. Jó napot. Éppen ellenőrizned kell, aha. Szóval, cicikém. Hagyjad a kintézkedni, legyenek szívesen. Jaj, jaj, jaj. Mi legyen ezzel a köcsöggel? Mi van? Ez nem rádió, ez telefon. Szerintem én föltenném a kezedem. Na oké, oké, oké. Hát maguknak mi bajuk van? Jó, van már. Nem te. Ja? Nem legyünk más. Jó, franszba, kisköptem a nyalókám. Dobkesztuket. Telefont is rak le. Ne nyomkod, ne nyomkod. Mi az a gyűnök? Még egyszer előveszi a telefont. Nincs telefon, nincs telefonsz. Kötözzük meg, azt tegyük be a csomagtartójába. Húzzátok le a gatyáját is. Lehet, be van drótozva. Ha akarom kapni a faszt. Megyek, persze, ezt még rá is búsz. Úgyis csatyulnom kell, lecsatyulom a lendőrkocit. Tudtam, hogy ez lesz kezdet. Amúgy mit hitt Gusztávó? Mit hitt? Vagy majd ő most itt izé? Johnny? Ne nézi te! Nem nézek. Nem csücsültem még ma. Olyan büdösöd még nem éreztem. Fú, tiszta szal! Itt vagyok. Hát mi már törlött ki? Ah, ott volt, nem volt. De hogy is ez Bob? Itt vagyunk a kettes szem mellettel, gyertek be! Na, dugmold a rendőr óral a kezedet, nem szokott ki a WC papír? Pipa, figyelj! Kit fognak beintézni ezután? Mi vagyunk! Figyelj, mi vagyunk? Téged! Ja, cicákán lesz, ugye? Ki lesz az első? Ja, persze, gyír. Mi vagyunk, meg ma személy jön egy ilyen blabusz? Jöttök még? Ja, nem. Hát azok is mi. Azok is mi. Egy blabusz jön még el, de tici kiabálja. Nem. A blabusz már nem jön. Mi van, Dave? A blabusz meg se jön. Mi van, Dave? A tárat még zsebre rakott. Hallod, Guszi bá? Egyszer? Igen? Én is ugyanolyan bátor leszek, mint te? Hogy persze, ennyi? Ennyi, gengszél, közibeszítálok. M4-ből is kiveszem a tárat, kitárazom. Mi a fasz van eddig, hát? Haladjunk. Szállózott a rendőr, az aztán... Az már nincs. Mi a baj? Kicsinálj, de zöld úr, miért akarja leírni? Rácok, kicsit nyugodt. Nagyon, vegye le szépen a ruháit. Jó lenne, hogyha elkezdene dalolni arról, hogy a terepmintás kék ruhások, hát ruhás rácok, fekete mozgosok, mit akarnak magától? Hogy mit mond nekem? Terepmintás, ilyen kékszínű terepmintás ruhában mászkálnak. Aha. Itt arcok. Fekete maszkal, mi a faszt akarnak magától? Arra lennénk ki. Na azt én is kurvára örülnék neki. Azt én is nagyon tudnék örülni. Hát mi az a dolog, ami olyan kiemelkedő, olyan téren, hogy rosszat csinált valakivel, vagy esetleg valaki bögyébe. Hát... Igen? A munkámerében eléggé sok emberrel vagyok rosszul, szerintem így az itt állóknak a egyetet, mások csak a 70%-ával. Mondjuk magát éppen nem ismerem, nem is baj. De ettől függetlenül fogalmam sincs. Csak azért mondom, mert kaptunk egy SMS-t. Magát el akarják kapni, és pénzt is fizetnek érte. Ezért kérdezem, hogy mi a fasz csináltak maguk, hogy mennyire felkeltette a érdeklődésüket. Nem tudom, tegnap is voltak problémák elég keményen. Hagyd ne mondjam, hogy hát kevesen múlt, hogy a város egy jó... Ide hívjam a Barbit! Hát úgy. Gyere a Pilos Balkló, második emelet. És jelenleg is ez a helyzet. Szóval javaslom egyébként, hogy az autóktól álljunk távolabb. Hogyha megoldható. Talán nem teszek, mondunk rosszat az, hogyha távolabb állunk az autóktól, mielőtt valami probléma történik velük, mint tegnap. Mert berobbannak, vagy mi van? Lehet. Akkor nekünk azt mondja, hogy most ilyen terror támadás történik a városban. Nem, közel se erről van a helyzet, nem erről miről van szó? Mert az, hogy tájékoztatják a várost,
A városlakókat nem tájékoztatják, és mégis ilyenek vannak, és tudnak róla. Az mit jelent? Tehát akkor én most itt sétálok az utcán, az rám robban az autó, akkor az is mit? Mert én nem... Mi vagyunk, Balbi az, Balbi! Hát csak úgy random nem fog meg elrobbani az autó. Milyen nem tudom, hogy mi alapján történnek, de egyébként... Gazdag. Én sem tudom, mi alapján történik valami. Tehát ezek teljesen random dolgok. Ezen dolgozunk éppen, ezért vagyok itt. De örülnök én is egy olyan kocsinak. Mielőtt megpróbálnak itt lefegyverezni meg, etc. Éppen az életükért dolgozok. Pont mint tegnap. Hát tegnap nem húzom ki a városnak a seggét a kollégámmal, akkor valószínűleg ma nem beszélgetnénk itt. Menj egy picit arra, kérlek, az úr meg ő. Jelenleg is ezen dolgozunk. Gyere arra. Szóval lehet, hogy itt ezek az autók közül valamelyik felfogadnak. Jöjjön velem. Gyere picit, kérlek arra. Csácsücs. Mindenkitől egy ember jöjjön velem. Jövök. Annyi, Balbi. Te mész. Ki? A baj. Ez a selfie. Legalább öleljön már meg fiatalul. Ilyen pofán bosszol a fősekkel egész est. Na, na és most maga mit tenne a mi helyünkben, vagy a helyemben? Hogyha itt áll és úgy van, az mondta, hogy mindenkinek a bödébe benne van. Ja, faszik, hogy nincs szín vagyunk a ki? Attila. Hát, biztos nincs olyan dolog, amit tudnom kéne? Szerusza. Szerettem jó most így. Amit magának tudnia kéne, azt sem tudom ki maga. Figyelj, már vettél főgatyát? Most a... Úgymond a hóhérja. Hogyha... Nem csak vettél főgatyát, nem látom. Amit akar tőlem hallani, mert kurva nem vagyok kommentáros kérdésekben. Tegnap egész a fecsimáltam. Maga is. Akar esetleg mondani, hogy tudnunk kéne. Nem szép. Kusolj már. Azt kell tudniuk, hogy a fekete gépjárművek közül valamelyik fel fog robbanni. Sőt, valószínűleg... Mi van? Mi? Hát tudom. De honnan tudja ez az? Ezt az információt kaptam. Én arrébb meg a gecibe. Hát egy olyan embertől, aki meg van bízva az, hogy nekem közvetítse az infókat. Várj, Guszti, mai nap vagy most itt? Tehát akkor... Most itt bármikor. Minden tud azokról az emberekről, igaz? Tegyük ki a fekete kocsit. Azon kívül... A fekete kocsikat tesz helyre. Ideállok mögétek, így. Ó, hogy hallom egy docsörön. Inkább robbanjon rám a kocsi. Tehát rád fog robbanni. Az igaz. Egyben ilyen kék, az a teremlítás, ilyen kockás. Én most nem értem, mi van? Mondjuk lehet, hogy ez fog vigyázni. És jár oroszok. Jó. Mindjárt indulás van. Könnyen jó haját sírcsolja. Másik hely. Majd mindjárt elmondtam. És azt mondták, hogy azokban vannak bombák. Ez egy fontos ember. Az infót kapcsolat. Így van. Bombák. És hogy nézel ki amúgy, Barbie? Hogy nélkül? Srácok, amit akartok nélkül. Johnny. Figyeljétek, mert a másik oldalról nézegetnek átérjük. Mi van? Milyen másik oldalról? Mi másik oldalról? Mi másik oldalról? Fekete autó az alsó szinten? Az gatya apukám. Innen húzni kéne. Nem kell följönni, mert nem bemegyünk. Baszkba. Most kurvára ne hívják, hogy csinálkod, bezlem. Dehogy hívjuk, te vieske. Baszom, most jöttünk el azért, mert ott voltak. Nincs ennyi cella. Nincs ennyi rendőr. De mindenki fegyvert aztán ireje a kapitánság. Igen. Jó. Moho News. Jó, hát nem látok fogunk várni, mert akkor bejöttek. Moholand? Na, hello. Moho Go. Moholand, de amúgy az annyira nem rossz. Moho mi? TV? Ezek a kicsodák. Szürkék. Szürkék, oké. Okay. Moho TV. Pirosoktól meg nem érek el kontaktot. Moho Live. Így jártok. Pirosokat nem akartok hívni. Hát mindegy, úgy voltunk vele, hogy hívjunk mindenkit, mert az a biztosabb úgy. Ki tudja, kinek milyen infója van, érted? Hát azok nem biztos, hogy nem szerint. Nem álljunk már kisebb körbe. Ja, szerintem is. Halljuk is az embereket. Kicsit előre, Lee, menjél kicsit előre. Jó szelet. Óvatosan tartsuk a tálcsolatot. Így jön. Ne féljetek, nem harapunk. Jaj, ez nálad nem biztos. Hát mondjuk... De azért megeszél mindent. Na, figyeljetek! Most beszélni fogok. Szia! Na, Mojito! Azért gyűjtünk itt össze... Nem, Petike, nem vagy kire. Mert kurva nagy gondok vannak.
idő. Gondolom mindenki tapasztalt érted, hogy... Ez sem rossz, felkérdezi a DC-t, csevegőben rakjátok meg. Megkerestük gondolom titeket is, ezt meg akartak ölni, meg ilyenek. Na, szóval ez a lényeg. Annyira biztos, hogy mindenkinek van egy kis infója, ezt össze kéne dobni. És lehet, hogy kialakulna egy komplet cucc, és tudnánk, hogy mi a faszom van, vagy kik ezekért, Ted? Ja, szóval ilyesmi, hát ha egy kicsit összébb tudjuk rántani a dolgokat. Mert az a helyzet, hogy össze akarják ugrasztani a brigádokat, mindenkit. Titeket is, ez miért baj? Is, meg titeket is, érted? Mindenkit. Úgyhogy ezzel a kurvára tennünk kéne. Ja, úgyhogy akinek amilyen infója van, mindenki mondja el, és valahogy rakjuk össze a képet, érted? Van valaki egy kréta? Kréta minek? Jönnek az amúgy. Ide felírnánk, amit tudunk. Ott hogy a legéleszebb kész. Ha van cetli, az nem jó, hogy telefonodba beírod, nincs telefonod. Mondjuk a cetli is jó. De ott a telefonod, az nem jó. Várjátok, hogy akarod írni, aztán nem lenne jó, hogy festékszóró. Festékszóró nálam is van. Na, akkor ki mit tud? Honnan kezdjük? Kezdj a cihával. Figyelj, mielőttünk biztos, hogy a narancssárgákkal volt a helyzet, úgyhogy a narancssárgák előbb vannak, mint mi. Hát akkor... Kezdj el jegyzetelni, Dan, légy szíves. Aranyos, hogy Mónika, köszönöm a rengeteg szívecskét. Köszönöm szépen, szép vasárnapot. Ne ide érté? Mohospot. Jó, nem tudok mit csinálni, akkor kimaradok, cső. Dokit akarnak minket megülni. Ja, úgyhogy a narancsárgák biztos, hogy előttünk voltak. Jó, na akkor... Kék ruhások mindenkit. Sevasztok, az vagyok, ilyesmi. Na... Hát csak annyit tudom amúgy nekem. Ja, szóval az a helyzet, hogy én odáig jutottam el ebbe az egész sztoriba, hogy itt pénzért, meg kit nem pénzért, meg kit megfenyegettek, hogy raboljanak el embereket, meg autókat. Köszönöm, el van a 7. ajándékodat a csatin, csodakülöknek, puszi! Ja, az lényeg, hogy visszagöngyölítettem a szálakat, és egy név jött elő, legutoljára a dologba, és az a Tici volt. Úgyhogy őt kéne meghallgatni következőnek, és valami melót nem csinált, azt meg így. Ennyit tudok. Valaki nincs köpja? Ja, de azt is mondd meg, hogy nektek mit kellett csinálni. Ja, mondd már. Jó. Na. Az a lényeg, hogy az volt a feladat, hogy Bobit rabolják el, mert máskülönben megölik az illetőnek a családját. Ja. De elég fura volt, mert utána még ki is fizették az illetőt a munkáért, szóval nem tudom, gyanús. Ja, akkor várj, akkor az a lényeg, hogy az újék előtt, tudja, hogy a Ticiéknél voltak. Így van, ja, így van. Ez egy nyoms. Az előttünk akkor, volt, akkor így mi van. Volt előtte, Tici? Mi a faszom történt? Lilák, mikor jön? Ahogy volt, felkértem leggel csacsiltam, mert nem szoktam leggel csacsilni, érdekes is volt, állam mindegy. Lényeg. Aha, és hol is voltam? Aha, emlékszek rá, igen, a faszopók, köcöglendülök, meg az öci, az a buzelánc öci, elvettek tőlem mindent. Ott volt Hugo is, és láttam, hogy ő nagyon nézeget, ha? Na, és miközben mentem le a kalácsonyfámmal az állami banktól, befalultak mellénk ezek a köcög kék zippeszek, maszkukba, gépfegyverekkel elkezdtem futni. Mondom, nem, ne gyertek ide, nem akarom megülni elek titeket, köcögök! Meghaltok, ám mindegy, elkaptak, mert lesztem. És kettő dala, fekete ki a Stingert, másnap SZ8-la, a Vespucihoz kellett vinnem, mert és ez volt a feladat, ha? Azért, mert helikopterrel, mikor a faszopó lendülőket lőttem az Arkadius tetején, akkor ők is ödöltek helikopterrel, és lőtték a lendülőket. Ez nem biztos, hogy ez fontos nyom, ha? Szóval, mikor engem a köcög lendülők elkaptak, lőttem a lendülőket a tetőn, de ezek oda jöttek helikopterekkel, kettő helikopterrel, és lőtték a szekákat, ha? És mivel szétlőtték a szekák helikopterüket, a két dalap helikoptert, így ki kellett fizetnem helikoptereket, és kettő dalap kiasszinget kellett szólnom, és nem csináltam meg. Meleszöltöm. És... utána mit is kellett? Utána valami lojszlósz kellett megkelesznem, egy nalacsárga feketét is megtaláltam, és ennyi. És szabad tudni, hogy milyen színű kék zip volt? Milyen világos kék, olyan, mint a jégkék, és ennyi.
a meg fehér lesz. Uh-huh. Aha, és azt mondtad a Veszpucsira ke... Nem. Amikor elvittek a pályára, volt egy ilyen kis foci pálya, vagy micsoda ott a... A balma felett van az a pultpálya. Na, és valami bázisról beszéltek, ha? Katonaság. Nem, hogy a Veszpucinál valami bázis. Menjünk a Veszpucinál, vagy menjünk a bázisra, a Veszpucinál, valami ilyesmi. Nem hallottam, nagyon messze laktak, voltak, ha? Uh-huh. Hát a Veszpucin, igen, barnák tevékenykednek. A barnák körzete, ugye? Akkor jöjjenek a barnák. Csá, várj egy kicsi. Neked nem beszéltek ilyen bibliai dolgokról véletlen? Aj, mi szoda? Csá, ilyen bibliai dolgokról, érted? Ilyen jelenések, meg ilyesmi. Lovak, meg hasonló dolgok, semmi. Amikor fejbe lőttek mellettem egy cávót, kinek zacskó volt a fején, volt nála gangsterzi, elvettem, és meg is lugdoztam a földön. Hát nyomolék. Ám mindegy, mikor fejbe lőtték, akkor utána nem tudtak visszaszállni a kocipa, mert be volt zálva. Mondom, jó nagy gengszelek vagytok, kis kilőktem őket. Kik jönnek? De ezek szerint azt mondod, hogy kettő fekete ki a Stinget kellett volna ellopja, ugye? Pontosan. Akkor lehet, hogy azok vannak robbanni. Plinz színálta meg nekem a... Plinz elszúrta. Akkor lehet, hogy azokban vannak robbanni fognak. A flancba. Mert a Zseka is azt mondta, hogy fekete kocsi fog robbanni. Aha, a flancba. Érdekös. Csak az azért... a Zseka tudott valamit, csak nem mondta az meg. A baj, hogy azért kéne minél előbb megfogni a Hugót is, hogy ő mit mond, mert akkor lehet megtudjuk, hogy hol fog robbanni ez az autó. Ki a passom az a Hugóért? Én azt mondom, hogy bekerülni a rendőrségre. Gutierre Hugó. Aha, oké. Okay. Így, aztán eljárni. Most tudunk ki a ficsma Hugó, az egy kocsát. Mert az biztos, hogy ők többet tudnak, mint mi. Az összes egy köcsök tudnak. Én belem vagyok a rendőrségre, mi baj? Igen. Akkor mondjuk mi. Bobby beszéljen, mert ezt Bobby tudja legjobban. Csumi, sziasztok. Engem a narancssárgák loptak el, maszkok nélkül, Korcnál, kértek egy találkozót, oda mentünk, elvittek és átadtak ugyanilyen világos, fehér színű autósoknak, maszkolt rajtuk, és igazából ennyi történt, és engem megkértek a kékek, ezek a világos színű kékek, akik elraboltak, hogy szintén maszk nélkül raboljak el, törjek fel a grúvon, egy kocsit, azt hiszem Manó kocsiját, vagy valami ilyesmi. És érdekes, hogy maszk nélkül kértek mindent, tehát ezek azt akarják szerintem, hogy így mindannyian rágjunk be egymásra. Hát ezek háborút igen, hogy legyen hát hogy legyen RP. Fegyverkereskedők és piacot akarnak csinálni maguknak. Hát legyen RP. Velem ennyi azért történt. Azért, hogy legyen RP, ezt nem tudjátok? Jó, ez is RP, amit most csinálunk, hogy ezzel fogunk. Ezek állnak a lilák, mert szerintem viszont bocsánat, még annyi, hogy a lilák nekem segítettek megszerezni a kocsit. Szóval, ja, és egy lila kocsit leraktam Korc Observator, tehát a csillagvizsgálónál, és ennyi volt. Ennyi volt a sztori. Tehát a lilák azok segítettek nekem, úgyhogy, ja, fajnak voltak. Mondjad, papi. Igen, most meséljél meg a sztori. És a lilák itt raboltak, vagy baszogattak. Várj csak, milyen kocsit raktál le? Ilyen bujikot, azt hiszem. Ilyen merci volt, véletlen? Nem, egy ilyen lowriderre jellegű. Srácok, 2-3 perc, és itt vannak a lilák, vagy lé legalábbis. Jó. Na még. Na, mész, ki nem melózott még nekik? Hát most már várjuk. Most itt, ahogy körülnézünk, csak úgy kérdem. Hát, mi nem, minket csak basztat telefonon. De kérdem, hogy melózunk nekik, csak nem jött össze. Hát most tulajdonképpen, ja. Nekem van egy olyan infóm. Mondjam is! Gyere középre, baszante! Srácok! Ott! Fönt! Mi mászkálunk? Hol fönt? Nem. Van fönt. Ott a bosszotok fönt. Amikor jöttünk ide, elment mellettem egy fekete blabosz mellett. Jaj, sötétített, fekete színű márc. Nem menjetek oda, nem menjetek oda! Engem is követett, de leráztam. Kapjuk el, hát most kapjuk már el. Kapjuk el. Kapjuk el, megyek ott oldal. De most mi bujkáljunk el, kapjuk. Ó, cé, maciék, adminok! Megyek előle! Hát gondolom azért csinálják, ez hogy... Ez állnak kiáratot. Legyen balhé,
legyen RP. De hát adminok úgyis teleportálnak. A csöcsös vagy kiszúrta a üzeit. Ja, jön a zíló szem alól, ha? De üzeik. Oroszlának éjszaka jobban kérdi a réda. Hát persze, nem baj, hogy legyen RP, mert csókolgatjuk, szopjuk, nyaljuk egymást szénér, vasér, fegyverekér. Hát persze, hogy ezért csinálják, de hát... Valaki fenn van, szerintem most esik le. Hát ő nem tudsz kimenni. Ez durva, hogy nem megy fel. Én elzártam egy kiútat, de más nem nagyon. Az az a sok autó? Már igen. Lilák. Azok a lilák jönnek. Engedjük be őket. És mi az a sok másik autó? Bányászók! Szürke kocsik, ember. Azok meg a szürkék. Azok is lettek éjba. Megjöttek, hogy egy millió. Neki külön kocsiba, hogy Szemmi. Azt higgyék, hogy fölénybe van. Hol vagytok? Mi volt ez a lövés? Lövés, haló? Hey, nem ezt lövik? Mi van, Johnny? Hey, de ki vagy? Hey. Hol vagy, Johnny? Elől és lőnek már minket is. De hol gyere. Lőnek? Itt a elő, hogy bejövünk a sorompónál, és elnézünk jobbra. Ott a fent vannak. A Johnnykat lövik elől a sorompónál. Hagyszálják föl. Elől... A Johnnykat lövik elől a sorompónál. Kik lövik? A Fingom Szincs, most mondja a Ladi. Ja, nem mi lőjük el. Lövések vannak a sorompónál. Lőjön már meg. Ott a Barbie, amerre jött el, onnan lőttek, ott fentem. Rám is lőttek. Ki van ott elő? Középső kéménynél. Mondjátok a többieknek is, hogy középső kéménynél lövöldözés van. Kémény. Itt, de. Csak fegyver nélkül jöttem ide. Hát de miért raktad le? Ott volt nálad. Nem tudtam mire számít, csak vannám egy boxer. Valakit kell megborszukod. Azért nem az a társaság, kivel mi olyan kipakolnak. Jó, hát most ennyit ki lehet bírni. Hello. Kekszed, Gyuli! Várom mennem. Hát jó, azt mondta Johnny, hogy most nem mertek oda. Hát mert lehet, hogy itt is az bar. Én honnan tudom? Küldök GPS jele ide. Jó, cseh. Úgyhogy van a mozgás. Az itt van még tuti. Ki van? Te vagy itt a motorra? Én vagyok motorral. Felszaladunk szerintem a hegyre. Hogy ami itt van, az a kis dombod a szélmalma. Gyertek vissza, adjátok! Gyertek vissza! Megyünk! Gyerek, közelük a lesz. Azért vannak, akik nincsenek itt. Helikopter! Mi az helikopter? Helikopter! Helikopter! Te, ez kettő is volt! Kettő volt! Hát ez kurva jó! Nem fognak, figyeljetek már bozd meg, úgyse ülnek ránk, most mit szaroztok, érted? Ha meg ránk ülnek, akkor úgyis megpusztulnak a rákba. Úgyhogy ne foglalkozzatok, úgyis fognak rólunk csinálni vagy 10 000 képet, érted? Teljesen minden mi a gecit csinálunk, mert ezek a faszopók, ezek mindenhol ott vannak. Nem kell rák most. Megette ezeket. Valószínűleg 3 perc múlva az egész rendőrség kapja majd így a képet. Így van, hogy ide fognak jönni. Így van. Rendszűrösök már idefele egy, mert láttam, hogy helikopterrel mászkálnak az égig. Mert gyakorlatosnak. Volt a pályán egy interceptor. Szia, Nintendo! Jön vissza helyik. Itt a helyik. Akkor azt a mondd, hogy miért vagyunk itt. Most komolyan előre kezdjük az egészet a passzombat. Kék ruhások ülnek benne, hogy nézem.
Ugyanilyen volt fölöttünk. Foglald össze az egészet, amit eddig. Nem mi vagyunk. Mi itt vagyunk. Szibon, mi a fasz pofázol, há? Miért nem lettél kezelőről, bazd meg? Jó van, mert beszélek, bazd, csak mindenki beszél. A kedvünk van jelen. Annyi a lényeg, vannak ezek a köcsök kék ruhások, azt a fasz kiben érted? Mert össze akarnak húszítani mindenkit mindenkivel, érted? Szinte fognak lőni. Veled, meg veled. Ja, és mindenkit megtaláltak, érted? Eddig nem nagyon van olyan sikert, érted, akit nem találtak meg. Úgyhogy annyi a lényeg, hogy ha minden igaz, akkor ticinél kezdődött el az egész, érted? Mi van? És... Miben nyúltál amit... megint bele, fél hülye? Szerintem. Valami... Mit csináltad, valami... szerencsés? Meg... Amúgy fogalmam sincs, mert lefizettem. De... Ja, valami kocsit kellett elvizélni neki, meg akkor elbaszta, meg szart, Szilva, meg nem szart. Mondanál, na. És nem te, mert ő szerintem figyelt. Ja, ez tudi. Mi van, Alex? Ricsi, szerintem próbáld te összefoglalni, nem? Na hát itt a srácok már elmondták, hogy a ticinél kezdődött, elkapták. Valami rendőrségi heliket lövöldözött szét, cserébe két Kia Stinget kellett leszállítani a másnap este 8-ig. A Vespucci-ra. Vespucci-ra. Amit végül a Vespucci-sok végeztek. A sztori a barnákkal folytatódik. Ott a... izét csinálta meg a piros hajú Kevin. De ő nincs itt jelenleg. Szóval én úgy tudom, hogy Nemo folytatta azt a szállat, ez igaz? Az így van, mert utána ellopta Kevin a két Kia Stingert. Igen. És utána nekem kellett a két Kiát elvinni megcélónak az obszervatóriumhoz. 8-5-kor találkoztunk ott a garázsnál, a parkolóházba. És igazából egy 3 perc alatt gyorsan elvittük, kifizettek, azt mondták, majd még keresnek, és ennyi volt. Mi lett a Kiákkal? Nem tudom, azt mondta a tesós James, akit múlkor mondott nekem. Igen. A Jimmy is, yeah. Hogy amit a főnök ért, mind a kettőben benne van mind a 15 szál. Ennyit tudok, csomit nem néztem, azt mondták, kinyírnak, hogyha bele merek nézni. Azt meg nem néztük, meg felvittük, kaptunk fejenként 5 rugót. A világos kék G-merci, annak GLCK01 a rendszáma. Igen, az megvan, pontosan. Az megvan, igen. Tehát volt rendszám? Igen, GLCK, azt a Vespuccin is azt mondták. GLCK... 01. Ja, aztán akkor valószínűleg nem T, hanem GLCK. G. GLCK. G. G, mint Géza. Ja, ez ifcse? Aztán, utána... Nem már! Sztori szerintem ezután jött az, hogy megkeresték az öröktől a Bubit, akit megpróbáltak ránk rántani azzal, hogy hogy a Manónak a kocsiját szerezze meg. Így van. Hogy nézzük ki? Elvittük az obszervatóriumhoz. Ahova mi oda durva... Aki rádió! Ahogy odajött, megjelent két ilyen... Hogy? Amit az előbb is... Hogy nézzek ki? Mondja, én jövök egy fehérrel. Hogy nézzek ki? Mi bajunk? Ki ez a rondoság? Mi ugye ott... eltipjük, éreztük, hogy ebből izé lesz. Mit? Ebből elég komoly feszkó lesz, hogy ott maradunk. Tudom is? Sok smink. Tehát és akkor eltűnt, az a lényeg. Na, ki ez? Te passzív vagy? Már rendőrségi. Már rendőr. De ki vagy? Nem csinálunk semmit, itt beszélgetünk. Nem értek-e majd a tapasztalat. Jaj, bassza kurva. Az Isten kibette. De Pipa nézd már, hol fasz alatta. Na így jó. Figyeljetek már. Én beszéltem ezzel a faszopasztalat számú köcsöggel. Érted? Jó. És nekem azt mondta, hogy neki nem a kocsit kellett, hanem én kellek neki. Aztán utána oda dobtam neki egy zsekót, érted, hogy mi a helyzet? Mert aztán kaptam egy másikot az félelmetes! Aztán most tiszta brenkúrám, mert hogy megszegtem az esküt, hogy mi a fasz, a fogadalmat, hogy mi a rákot magyarázott nekem, érted? A szavam volt megszegtem, nem egyedül mentem vissza. A mi feladatunk ugyanez... Nem rendőrségi helikopteri a közelben. Mindenki, gyertek ide! Ide kellett hoznunk a Bagatomot. Én van vagyok, hogy menjek oda? Belemélgeci történt, azt nem tudom. Hol vagy? Utána másnap folytatott a sztori azzal, hogy 5 darab fehér sprinter. Nem értem, micsoda? Levegőben van, helizik. Jó, bejelmetézővel. Jó, akkor szállj le, gyere ide, mert megbeszélés van. Jó van, csak mondtam, hogy a rendőrök figyelnek titeket ámbi, tehát nem érted meg. Jó. Viszont nem tudjuk, hogy mit akartak. Tehát a rendőrségi helikopter van. Az fogatom. Aztán a Kevint berakták valami robbanóanyagos autóba, a takonyt meg kibaszták a rendőrség előtt a kocsiból. Kirúgták, miközben ment. Tesó, engedd ki a hangodat, mert halk vagy. Nem jön az egyik. Ja. Csak bocs már, szóval. Igen, tehát a... elrabolták
Queenéket ugye, de utána elengedték mind a kettőt. Közben raboltak ezek valami zsekákat is. Aztán utána, amikor ez megvolt, mi elmentünk a gettóban a James-ékkel dumálni. Így sehogy néz ki. Amikor ezt a izé meglátta, a helis figura meglátta, a köcsök király. A Terminátor, vagy tök mindegy, amikor ezt meglátta, a kurvára bepip kezdett heliből darálni minket körbe-körbe a gettóba. Majd utána minket megpróbált a Richie-ék előtt berántani. Már tudja geci mivel, tehát megpróbált minket berántani a Richie-ék előtt, majd megbízta a Richie-éket, hogy rabolják el a manót. És amikor mi elmentünk találkozni a Richie-ékkel, akkor megint csak betámadott minket. Tehát az biztos, hogy nem tetszik az embernek az, hogyha izé van. Hogyha dumázunk egymással. Nem, az nem tetszik az embernek, ha nem az történik, amit ő mond. Igen. Ez van. Kurvára nem tetszik, hogy dumázunk egymással. Nem is az, hogy sziopata, bazd meg, eleme bosszott köcsög, érted? Olyan tűzerővel, hogy mi a fasz csináljunk ellene ember? Össze akar ugrasztani minket. Hát mi kaptuk ezt a kettőt. Ezt a zsarút, ezt a Gusztávot, meg ezt a Hugót. Gusztávot elvitette? Akkor a Hugót el kéne kapni magyarán. A Hugónál még információ lesz, ami viszont nagyon kéne, mert legalább lehet, hogy megtudjuk, hogy hol fog. A fekete kocsi, ugye? Igen, hogy az fog felrobbanni. Ja, és mi van ez a robbantással? Melyikkel? Tehát így összességében, amit hallom, hogy így robbanó anyag, meg úgy robbanó anyag. Nem tudjuk, felrobbantottak tegnap 3 kocsit. Mert egyszerűen már próbáltam minket így memberégyődni. És ez mikor volt? Tehát hónapokkal ezelőtt ilyen kis távirányítótú szarokkal, amik fő voltak szerelve robbanószerekkel, begyűjtek, aztán az autókkal átfutottak vele. Nem tudom, hogy ez ugyanaz, mert itt nem ez volt, tehát itt fogtak normál sprintereket, mint ami van itt bárkinek, és telepakolták robbanóanyaggal, és felrobbantották a város. Terrorista gecik vagy mi a faszom, nem? Vagy ja, mi a faszt akarnak ezek ember? Mert pénzt az nagyon nyögvenyelősen adják, szoros 5000-eket dobálnak csak, érted? Én odamentem, mikor odavittem magadszámot, adja 50000-et. Hát jó van, bazdegem, mert lerántottak, érted, mint a riadt majmot. Most mit tehetek róla? Én itt követeltem a pénzemet a rákba, érted? Aztán adott 5000-et. Tegnapi sztori, ezek apokalipszist akarnak. Valami olyasmi. Meg akarják, meg az idézetek alapján meg akarják tisztítani a várost a bűntől, érted? Akkor hogy folytatódik a sztori, srácok? Akkor lilák, elloptak két kocsit, ugye? Mi? Vagy loptatok ki is kocsit, nem? Nem, loptunk kocsit, mi a magatobot loptunk. Sprinterek, aha. De a sprintereket nem loptuk el, azok fölrobban. De csúnya. Az a lényeg, tesóm, elmondom mi a lényeg. Ha felbosztod az agyát, akkor megjelenik egy heli, azt elkezd rád lőni. Na, hát ezt így kell megoldani. Fel kell kúrni az agyát, jöjjenek ide, le kell kapkodni őket az égről, azt haza kell menni meginni a teát, meg szarni egyet. Ennyi. Nem feltétlenül fog lőni. Hát azért nem így láttam. Mi este belenyúltunk a fészkébe, bementünk a katonaságra. Ez nagyon nem tetszett neki. Ha most van valakinek futó biznisz vele? Bobby, majd nem tudom, van-e nálad telefon, küldtem egy képet, azt kaptam tőle. Katonaság nagy hangárba készítették, nagyjából 8-10 fő van rajta. Az is túl kiállt. Na de viszont ez az autó, amit te elvittél, az ugye egy rendszám nélküli Probus Mercedes volt lezárva. Utána, ahogy ti elmentetek, én azt lehoztam a katonaságra, és lefényképezve elküldtem neki, majd megkérdezte, hogy miért a katonaságra. Hát mondottam, hazahozom neked. Aztán föl is robbantottuk az egészet ott a faszomba. Ugye csak mi láttunk valami különlegeset ott az éjszaka folyamán. Mit? Becsapódott egyetlen egy rohadt nagy villám. De egy kurva nagy baszott nagyot szólt, leszállt a köd, és ott az obszervatórium környékén egy hatalmas villámot láttunk. Azt nem mondjad nekem, hogy ezek most már varázslók is, bazd meg, akkor leveszem magam szájjal. Mi lesz az obszervatórium, ne találtad a kocsit. Újraélek, ha? Ezek ufók. A jelenlényi vényvédei, bazd meg. Keressük meg az ufókat. Üzeneteket küldtek, hogy nem szoktuk a fésülnek város. Mennek oda vissza szerintem. Vannak valahol most is. Kikapták az üzeneteket? Attila, szald le, gyere ide. Itt a helyed, érted? Együtt vagyunk, gyere. Tici! Van egy nevünk, meg telefonszámunk. Smeddig Viktor szerintem. Nem tudom. Várjál, még küldök egy képet. Ricsi, közben én megnéztem itt, amit küldtél. Messengerrel értem. Itt a telefonomba. És ja, látom ezeket a csávókat. Ezek gecisztek velem is. Várjatok, mert az egyik az viszont nem csávó. És amit mondtál tegnap este, hogy hárpiának kell szólítani, és autorzítót használ, ebből kiindulva biztos, hogy nő.
És ha megnézed a képet még egyszer, jobb oldalt elől, aki áll, az egy nő. Mhm. Hol a passzol, hogy rádióban csinálsz? Valószínű. Nő. Azért használ hangkorzik ott szerintem. Nő akar így kibaszni? Igen, látom. Dik, te vagy az Szigi? Megelőfordulhat. Ja, én vagyok. Ez lendül Szigi, nem mi vagyunk. Nem a Csilla. Mi bajod van? Annyi, hogy még ami érdekes, a sztoriba kaptunk a hajnalban egy tartózkodási helyet tőle, egy GPS koordinátát, a Bohomával szemben ott a metró lejárónál. Mire odaértem, addigra egy piros Audi ABT volt ott, illetve egy cetlit találtunk, hogy szép volt, de messze. Mert titeket nem találtak meg? Viszont velünk, ugye? Viszont a pirosat azt kergettük egy darabig, azt az északiba rakta le, egy sárga kendő volt, narancssárga az oldalán a sávónak. Ah, és akkor most voltam. Narancssárga. Te voltál az? Én voltam, igen. A faszom, de ijesztek. Én csak kocsikáztam. Mi meg rohangáltunk utána, de azt hittük között van az egészhez. Ja, nem. Jó, akkor a narancssárgásnak mi volt a feladata? Mindjárt évek egy filmet. Ez nem egy rendőrségi helikopter? De ez egy rendőrségi. Jó van, beszélgetünk, fesztiválozunk, baszokat. Várj, akkor ha jól értem, az öltönyös uraknak rendőröket kellett rabolni, ugye? Hát a mai fesztivál... Van egy jó ötletem. Aha. Mindenki táncoljon, beszélgessünk úgy. Jó, benne vagyok. Ja, már mindjárt táncolok. Nem vagyunk. Nem. Persze, majd táncsokörülök egyébként, meg a faszom, hogy selejtetni fogok. Kékek, nagyon nem beszélhetek, ti nem találkoztatok ezekkel még? Pészi, még ki is fésztjük az arcunkat bohócnak, nem? Ezekkel az emberekkel. Megijesztett ez a pali. Én is befőztem. Álló sminkjél már ki bohócnak, érted? Ha? Végessetek már. Mi van? Ti nem találkoztatok ezekkel az emberekkel? Őszintén én azt tudtam, hogy miről van szó, amíg ide nem rendeltek. Egy ember közül csak tudtam. Valaki találkozott velük? Hát, nekem csapatom az nincs családom, de ők sem mondtak erről semmit, hogy srácok, ti nem tudtok erről semmit, mi? Itt találkozunk, ezt láttam az utcán rendben. Amikor leadtuk a Bagatovot, akkor ugyanitt álltak, de ugyanúgy maszkokban, meg ugyanabban a ruhában, amit Ricsi is látott a fényképen. Aha. Ez a kék terepmintás megmozdulás. Bocs, egy pillanat, kérdeznék valamit. Bocs, Ricsi. Ott volt egy matfekete kocsi szerint. Figyelj csak, ne haragudj téged, nem ismerlek névről. Nem voltál, nem tegnap találkoztunk a gymbe. Veled, egy lowridered van, kék lowrider. A Lee-ről beszél. Ne haragudj. Sok autó. Szerintem velem találkoztál, érted? Hogy mondod? Várj, Bobby. Bobby, vegyél vissza. Mögötted van. Egy csomó autó, három autó. Ja. Nem érti a nyelvet, aztán nem, csak úgy szükség még kell lenni. Ja, oké, semmi. Csak tegnap találkoztam a gymbe egy csávóval, akinek volt egy kék lowridere. Ez szűkete sokem. Jó, oké. Dörmi tér is menjétek el hátra a kocsihoz, nézzétek el, kik vannak. Jó, oké, akkor semmi. Egyszer öt autó jött be. Jó, nem mondtam, hanem kérdeztem, jó? Ne javítsd, hogy nézzük, hogy nézzük. Új. Walter, van egy kajár. Kecsen belövöldözés. Ott csak azok, nem azok mentek el. Hát a motorcsukának a pörzs. Egy adag van. James-et találták meg ugye bár, és nekünk kellett 30 darab hangit leszállítani. Ki osztva a gyerek? És hova? Nem tudja. El van a kocsiba. Obszervatórium. Még fent ugye bár figyelt egy fekete P1, meg mi minden oldalról néztük őket. Aha. Mi fent voltunk háztetőkön mindenhol. Aha. Bazen is nem orspréztem. Oké. Jó, hát akkor amit tudunk, bazd meg, elfelejtettem. Ugyanaz a csapatba szakszik mindenkivel. Igen. Ez stim. Ami plusz info, hogy van egy telefonszám, meg egy nevünk, srácok, hogy hangosan kimondom, jó? Egy pillanat, ott kérek, csak nincs itt a kurvára a telefon. Tesó, az mindenkinek megvan, akivel eddig beszélt, ezt mindenki tudja. Ja, az mindenki tudja? Ja, jó, oké. Itt most a Harpiáról beszélek, a 2-2-2-vel kezdődő. Igen. Ja. Oké, akkor ez, ja, ez az egyetlen nyomunk. Meg a rendszám. Igen, meg a rendszám. Ennyi nyomunk van. Én átadom a szót, hogy kinek van valami ötlete, hogyan tovább, hogy közösek legyenek az érdekeink, mert szerintem mindenki a saját piacára megy, ki a fegyverbe, ki a droggal, de úgy látom, hogy ezek a csávók le a saját piacot, illetve valamit be akarnak ide törni közénk, illegálok közé.
És nekünk van egy olyan infónk, hogy ezek M249-esekkel járkálnak, ezek a kommandósok, és most volt nemrégiben egy ilyen 50-es szállítmány, aki volt egy darab ilyen banda csapat, aki nagy mennyiségben vette ezeket a fegyvereket. Én rájuk gyanakszok, nem mondom, hogy ők voltak, ezt most nektek mondom el, Pufi, elmondhatjuk? Hát nem tudom. Jó, most egy fegyverkereskedő úgyis eladhat fegyvert, hogy nem akar velünk kibaszni. Annyi a lényeg, hogy én ilyen egy Whisky nevű csávúhoz jutottam vissza, hogy ő vett 52 darabot ezekből, és ezek a koboldok is M249-szel járkálnak, és a napokban vették. Tegnap nem azzal lőttek. Tegnap nem azzal? Nem, katonai cumóval lőnek, tesó, mizékkel. Cétárakkal, meg ezekkel a szarokkal. Cétárakkal. Jó, akkor én vissza is vonulok, akkor ezt éves nyomok. Jaj, te izé a faszikám, az most mondan a pár szót, mert Taknyussal beszélt, aztán, hogy miket beszéltek a Taknyusnak. Jó, mondjad már. Na, akkor mondjátok. Izé, tegnap a Taknyus meg a kerítított izé, kiszedték a kocsiból, négyen mentünk egy ilyen jeepessel, azt izé, a Taknyust azt elengedték, neki azt mondták, hogy még keresik őt, a Kenny G-nek, hogy izé, ott fejbe lőttek mellette valakit, hogy izé, hogy azt mondta, hogy mit tudom én, hogy ő nem szabadott volna erről mesélni a zsekáknak, de ő meg mesélt a zsekáknak, és akkor izé, emiatt ott lelőttek valami csávút fejbe, vagy mit tudom én, és mi meg a Jimbo-val meg elmentünk őket keresni, érted, azt felmentünk ahhoz az izéhez, ott a... Ja, mit tudom én, hol van az a... Observatórium. Föl a hegyre, nem az observatórium, egy ilyen nagy ilyen irodaépület, így föl mi a hegyekben. Mi nem hittük be ezeket a csicskákat, hogy jöjjenek ide. Ja, fingom nincs, hol van ott a... Van az a bolt, és akkor ahhoz közel a... A 11-es úti bolthoz közel. Az a center, ja. Ja, és ja, igen, és akkor ott a parkolóban ott izé találtunk, vagy fotóztunk egy ilyen sportkocsit, aminek olyan volt a színe, és izé lekaptuk a rendszámot, és utána tudtuk meg, hogy az a rendszám, az betűk egyeznek a izével, a többivel. Tehát ez alapján akkor izé, amikor mennek ezek a nagy akciózások, akkor itt széthagyják a kocsiukat, vagy én nem tudom, mert hogy ott nem volt ember, érted, csak egy kocsi. Hogy igen. Azt valaki, hogyha látjátok, ja, kapjátok el. Szerintem ez egy jó kiindulás. Szóljatok azonnal, mert most azért elég sokan összegyűltünk, és ki tudja, hogy nem-e valamelyik utcába fog robbanni ez a fekete autó, azért kéne minden. Nekünk még azt mondták amúgy, hogy még fognak keresni minket munkával. El is nézzünk haza, még a végén berekre robbantják a házat. Mit röhögnek? Buzi ez a hogy röhögjük, Cses? Most ráfókuszunk a szürkékre, mert ők kontaktban lesznek valószínűleg a mai nap, vagy már holnap nap velük. Szerintem, ha minden igaz, ugye? Hát alapból már az lett volna, hogy tegnap is ugyebár mindenkit kerestek. Ugyebár... Baj van. Mi a baj? Mi van? Nem tudom, rádió. Valaki nagyon rádiózik. Jó, Istenem. Mi lehet? Mi a baj? Nyugi. Futás! De mindenki menjen el azért. Hát ez álljon. Jó. Pici szeretett volna valami ötletet meg ajánlást mondani. A cucit vetköztesszük le és kütözzük ki a fűgalászba. Isten. A kék bugyiba és oldibálja, hogy még lesznek baszva ezek a köcög katonák, ha? Ja, ez jó. Ezt oda szorogatjuk. Ha, király. Amúgy minket tudom, hogy keresik. Vannak, hogy kéne keresek egy kötelet. És mi van akkor, hogy kéne őket a... Mi van akkor, hogyha ellopunk a kocsijáikat? Mert arra úgy hallottam, harap. Én elloptam egy kocsiját, és tegnap felhívott, egy mergát loptam. Izénél, kilátónál, vagy mi a zsákom az, és kurva ideges lett ez a hárpia, vagy ki a tököm. Na tényleg, az mesélj már, amikor felhívott, mikor elvitted a kocsit. Ja, hát ott volt egy kocsi, ilyen babakék, hát mondom, elbugázom, most miért ne? Azt elvittem, azt felhívott a Pali, Terminátor, vagy hárpia 222, azt őrjöngött, miért loptam el? Azt mondtam, hogy Ricsi lopta el. Nem, én ezt levittem a katonaságra és elküldtem neki. Okay. Nem, amúgy Ricsi, nem mondtam, hogy te loptad el. Most leszárom, tudja, hogy elvittem. Nem, ennyi volt. Mikor az ott a környéken? Jó, menjünk vissza. Menjünk, srácok. Menjünk, haladjunk. A hugót szedjük össze, hogyha valaki tudja, találkozik. Nagyon jól kocogtam.
Bának van egy Twitch-es, jól olcsóban nem nincs. Na és akkor most mi a helyzet? Ha, mit csináljunk? Azt kérdezem. Tartsak el, Gloob! Na, halló! Á, gyönök el, Gloob, na! Á, jó. Cső! Ja igen, pontokat, igen. Az nem... Ki kell mennem orfrézni, meg bevenni egy fejtelkinapítót. Jaj, de megértem, geci. Próbáljuk meg a ba... Á, az a baj, hogy nincs bankos cuccunk. Az van, nincs bankos cuccunk, már az baj. El kellene kezdenem jövő héten a jövő heti bankrablásra keresni a helyet. Hol ugratunk le? Kehet Gróvon tartsi. Ja, csak egy patkány, köszökövetés. Tudjátok, hogy ott a rendőrök végignézték az összes rendszámot a kocsikon amúgy. Á, nekem nem volt ott kocsim, hehe. Volt a motor. Elérme meg én is, úgyis keletés van. Nem, az én motolom. Hát akkor kurva jó, akkor téges motot tökéletes. Miért nem megyek egy egyedül boltot? Ja, nekem nincs is semmi kocsim. Alapból nem rabolok boltot, kettő. Anyád! Anyád! Ebb! Hú! Kettő, itt vannak a többiek, miért mennék egyedül boltot? Egyedül nem kicsesedek. Fölöttünk van egy helikopter. Helikopter a kertjú fölött. Attila hol van? Mert nem volt ott a megbeszélés, szóval Attila... De ott volt a megbeszélése? Hát ott ja, volt vele, most ment. Megyünk. Kortunk és már megyünk a kertjúfra. Akkor nem mi van a helikopteren? Egy elmegy a gáz fele. Jöttek a kertjúfra? Tudjuk már. Én vagyok! Körbenézek, csak! Hol van helikopter? Emlékeztek, mikor Francia azt mondta, hogy enyém lesz az egész város? Ez ugye egy 20 év múlva. Hát... Pipás mondatot? Melyiket? Egy rendőrautó a kertbe. Hagyja, mikor lesz szobatod? Július 15? Ja, de rendőrségi helikopter, rendőrautó. Valószínűleg ezek lefigyeltek minket. Július 15. Hát, mi van? Nem tudom. Igen, ott van, kinek kell ezt az üdész, most fordul be, lőjétek már le! Lőjétek a kec! Na, mi Big Potter vagyunk fegyvernél. Most ment egy kanyolt.
Hahaha, már lövik! Meglőttem, én úr. Helyez, helyez, menj, 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 húzz a picsába, mert jön az előszítész. Ügyes voltam. Ügyes vagy, nagyon Zoni. Jó, ne gyertek ide. Ne gyertek ide. Valahol talcizzatok, ahol össze tudtok gyűlni. Lendőrszigi. Lendőrszigi helikopter pont a kelt felett van. Hát mi szarba vagyunk, mert itt vagyunk a bokróba, úgyhogy jön egy csinál, minket elkapnak. Jön egy interceptor, mi a bokolba? Ajátok, menjünk már fel a 222-es rádióra, mert itt segít, nem 222-es, megyünk. Ja, mert meg, én megjegyeztem én is a rádiót. Attila, Attila! Gyertek ide, még egy interceptor. Hát csak lecekkoltalak, hogy hol vagy, ért vagy rádión. Mondta a nullás kód, aha. Oké, Tiszandor, azt bemondom majd. Nem vettek észre. Jó, hogy dudáltam, mi? Dudálgatok itt a zsekáknak. Itt vagyok. Gyertek már, geci. De hova? Nagy osz. Indultunk. A kell klub lenne, gyertek, hát nagy osz. Hát nézik a bogrokat, már nincs ilyen. Tiba küldjék kordit, Tiba küldj kordit. Jó, pont akkor elviszem a ház mögött. Jó, elviszem őket onnan. Nem, már mi is megyünk. Nem, ne gyertek ide, fegyvereken, ne gyertek ide. Itt vagyunk a bokrokban, de... Hehehe, mi van, buzi? Oké, szerintem elcsalogattam. Jó, akkor ugye Tiba, akkor most mondjuk értetek, Még ne. Szerintem ehhez is van. Akkor szóval teljesen elcsalogattad, addig mikor menjünk a csatornába, hogy gyorsan ki tudjunk jönni, értek. Anyát, de sok út! Mi hova menjünk Ratyillával? Maradjatok még! Feljöttek, hogy cseréltünk. Elhúztátok onnan a rendőröket. Ajaj, ne! Miért nem megy fel az a geci motor? Jó. Szóljátok, kocsit cseréltünk. Küldj egy kordit. Itt vagyunk, Kelzsúf háta mögött. Küldj, rendőr? Nincsenek itt, állítólag megyek. Nincsenek. Akkor megyek. Érted? Visszali mászkál. Megnézem, visszanézek. Kéne tankolnom amúgy, mielőtt még... Visszafele az interceptor. Jó, azt innen elviszem. Nincs itt senki, csak az alsó utcában van egy zeka. Egyre is tudsz értünk jönni, ha úgy van. Ez jaj. Receptor. Külbe menj! Ne, a fehér blabusz után megy a koci! A fehér... Itt a kocsim, gyere előre. Húztatok felfele. Nem, megyünk elő. Itt a rendőrök. Hát lepítek ezt. Azért tankolnom kéne. Tudok jönni? Interceptor a hegyen, most mondja kelt mögé. Jó, el fogunk tudni menni előre. Helikopter sajtunk van, akkor viszont szornózom. Jó, akkor ti még ott vettük, Ipce? Ipce. Elkapták őket. Pipa. Pedig elhoztam innen a... És mi van, menjünk oda? Bazd meg, tankolnom kell.
Baj. A Ipse fegyvert ad, te lendülök le! Jó, hogy valamit csináljatok! Vagyunk meg! A lendülök futnak feltett kézzel, jó! Gyertek utánam a catona! Gyertek le a catonám, gyere! Gyere! Lasszan! Ipcsata meg vagy? Itt vannak a lendülök ociba! Azt hiszem, hogy ez érendő. Vagyunk még bazd meg, rajtam vanna! Erre van. Ó, jól van visszaszúl! Jújjújjúj! Ez jó nagy szopász! Ez egy kurva veszélyes könnyi! Takarodjatok el innen! Remélem letölt a nyakatok, buzelászok! Buzi! Jó, egy interceptor kuka, kilöktem. Nagyon szép. Most megyek. Megy egy másik rendőr, most tábít a rendőrségnél, és valószínűleg másik kocsit hoz ki, azt megyen. Jó, az ugrok fegy... Ah, nincs otthonom. Megyek, feltartom őket. Jó, megmentőszeleg! Kicsit lőttek most rád, vagy mi? Tettünk el ott, hogy én rákezdtem lőni, mert már faszom nem menekülni. Jó. Szétvisszakülfélek. Jó, de hol vagy? Vagyunk főgarázs környékén, már az Arkadius elhagyta, mert nincs ott senki. Megyünk főgarázshoz. Jó, én is vagyok. Oda megyünk, mit utánatot megyünk. Még most rájuk lőni. Mondjál, mennyi! Mondjál! Nagyon sok lendül! Lőjétek, és menjetek el! Látlak! Hát csak melyik interceptorban vagy ívce, dudál! Nem, már bekerítkezom! Nem, de gyere ki elől! Itt van! Nyújj, kilövöm! Kilőttem! Kilőttem! Menj! Merre mentek? Köszönöm, doszpot volt! Már felismert engem. Jaj! Ajaj, az mondjuk baj. Baszd meg! És nem is onnan lőttek ki. Honnan lőttek ki? Na jó, van, ha nem bírjátok, akkor engedjetek el, elmegyek, nem beszélek, akkor elmegyek, az kész. Ja, hogy ne elengedjük annyit, persze. Na, segítek itt kiszállni az autó. Köci, alanyosz vagy. Hogy a faszom legyen a fuki feed. Hát az inkább ne legyen. Szerintem Nem szeretem a kicsi fokkeféket. Na, ha te szó, hidd el nekem, hogy az nem kicsi. Jó, ide puszirgattál szopkodnál, ki tudnálok elégíteni, mivel eliszed, ha? Ja, persze, amint megtalálom a nagyítót, majd megbeszéljük, jó? Szal volt. És mondtam, hogy celéd le a napszemcidet. Mondtam, nagyon szalul áll. Celéd le. Jó, köszönöm. Hétszál, gengszelek! Ki a gengszel, ha? Így kell csinálni, ha? Tiszteletem. Te mi vagy itt? Te is ilyen de voltál, Tici. Nézzem, ilyen kopasz az. Leveszik a pilincet? Hát majd mindjárt, össze beszélgetünk. Lángos kerték. Itt ez a kihallgató, ez tök jó. Mindig itt vagyok, nem áll. Jó, tudja mit? Egyszer van gyereknap, akkor most ide megyünk. Kuci. De várj, visszamegyek oda, hogyha megígéled, hogy veszel másik napszemcit, eszkü. Jó helyen leszünk itt, jó ez a szöveg nekem, köszönöm szépen. Baszok olyat arra a kopasz fejére, geci, figyelj! Át fogom cefogatni a ruházatot, jó. Oké, semmi érdekeset nem... Hátsó tömések nem... Gondoljon fel, én egy kicsit belenézek még a batáskába. Hátsó tömések nem lennének veszélyben, ez köcsögol le! Semmi furcsaság, rendben. Na, leveszem azt a bilincset. Jó. Júj, de baszok olyat. Hogy? Baszok olyat arra a kop... Na. Hé, cű! Ó, azt a kurva is szefaszom! Jaj! A faszat ő. Hé, nézd, nézd csak ide! Te... Na, geci, mondta, hogy baszok a fejed le olyat! Te kupasz buzi! Nyugodjon meg! Jó van, itt akkor! Majdnem csak lepattantak ezzel a fejem!
Nem nézitek meg, hogy mi a fasz van? Jézus kurva Isten! Menj már ki, nem alatt, hogy lövő... Megtámadták a kibaszott lendőrszéget, ha? Én kaptam egy parancsot, hogy itt maradjak, itt marad. Azt a telefon nagyon gyorsan tegyük el. Jó, 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 itt van te szék. Hé, cső! Já, mit vagyok a sitten a faszopó kupasz lendőlizél? Hé, há, á! Á, miért vagytok a sitten, menjünk? Na mi van, te buszi? Há, na mi van, buszi lendőr? A gyerekek, á, jobbas, balas. Há, 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 sétkő benyő fény. Hallod, Johnny, még ma még nem van, és ti nem megyünk. Há, há, szétpasszom a fejedet, te köcög, na mi van, há, há? Nem bizt lesz a kól, itt a köcög! Áh! 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 Nem érdekli, épp halálán van. Jó. Szegény, jól vár. Ki vagy hangoszítva, lagd már le! Már lenyomtam, kivettem az azt is, belőle ne aggódjon. Nem értem, hogy veszélyes vagyok egy együtt, ne adjanak senkivel, látod öcém, ha? Ilyen veszélyes vagyok? Nem kicizek. Éde, fáradjunk be, kicsit mindjárt magára. Kurva veszélyes vagyok. Biztos úr, bezármazol. Hallod? Acsira, szétszapkodtam ezt a cávót, öcém. Kupasz, mert még talcizunk, mert még jövök egy pufunnal neked. Miről? Fucila vettem, klumpilla a fejedet, mi? Kupaszka? Nem majd meg kétszer kapod vissza, ne aggódjál. Na, mi a faszom, hogy te ludasz, Matyi? Te, tudod, hogy nézel? Tudod, hogy nézek, mint egy kőművesz fink? Jó van. Mint hogy fingik egy kőművesz, eszkütőt, ezt úgy nézek ki? Hát azt a szüleimmel azért tisztázol, nem az enyémmel. Jó fasz, érdekelek a buzelán szüleid, mi? Te. Tlól, tudod, hogy mi vagy te? Na. Egy tlól, egy hegyi tlól. Baszít a szekád! Baszít! Baszít a szekád! Bilincset marad rajt. Kulva veszélyes vagyok, nem világosítottak fel? Hát kifutott, azt elkezdett ütkösni. Lesapkoltam és meggyújtjam. Klubmilla veltem a fejét! Megint tízszél, megint rohom. Elengedem a vállát. Jó van már, tudod, hogy milyen vagyok? Na. De most már, de mindig megbánom, most már nyugodt vagyok, megnyugszom most már. Nem, most már marad a bilincs, sőt, inkább a sokkot is kézbe tartom, biztosan, hogy biztos. Na, jó. Na, Léci, el tudja esetleg magyarázni, hogy volt ez a nagy lövöldözés. Igen, pontosan, megláttam Karcit, ki akartam nyílni, mert fogdosz, zaklat, és ő pedofilkodik velem. Lálőttem, utána jött, és ő lőtt le a motorról. Ennyi történt, jó vállalom, kélem a cekket, hogy a faszom sze, húzok a vérbe, mennék csúrni a cajomat. Csekket! És kamera azt gondolja, hogy miután lövöldözött kollégákra, vagy csekkel fog jó, rá, akkor kélem, megyek a szít le, úgyis már ott válnak a teszók, mert akkor a gangster vagyok, érted? Ha? Már hazamegyék. Ezt inkább videózom. Na jó van. Csak hogy tisztában legyen, élő hang és képfelvétel készül. Aha. Jó, azt mondja, jó, tisztában vagyok, látom, ügyesz vagy, nagyon ügyesz vagy. Köszönöm. A óvodában ilyenkor mit adtak neked, vajasz kenyelet, ha? Hát, piros pontot, de nem óvodában. De óvodában vagyok az egész kurva lendőrszék egy óvoda. De úgyhogy bevallom bűneimet, azért kapok ennyi időt, ha? Bevallottam egyből, ha? Ja, mondjuk a két évből mondjuk lehúzunk egy hónapot, akkor csak... Ah, köci! Így csak egy év 11, jó? Jó, király, köci! Mit szól hozzá? Jó. Na jó, de viccek kívül Tícia, mondjon már nekem valami értelmeset akkor. Jó. Köcög vagy. Köszönöm szépen, akkor visszaállt a két évre. Igen. Nem basszakodjatok el, mert egy kibaszott pitbull vagyok. Wow. Ha? Aha. Hát az a baj, a veszett állatokat általában el kell altatni, szóval most a beszéljünk arról, hogy mi csináljunk magával. Átmegyek hozzád, cókolgatod a falkam, utána a kis golyóm is, és elaltatsz, mit szólsz? És utána íz visszajössz, és leszopod a fenyőt, meg a kalcibát, ha? Amiket nem mondja, amiket nem vinne véghez végül, szóval beszéljünk erről, miután leült a két év. Mozgatod már a faszod, látom, szeretnéd mi? Vale, hogy is hívnak? Vale, lendőrszék intézkedés, persze mutatkoztad, de már megbilincseltél volna a földön, úgyhogy halálomon voltam, ha? Hogy hívnak, kupaszka? Halál. Ekkora szája. Na hát, jó napot kívánok. Burns vagyok, akadémista. Micsoda vagy? Kelvinszám. Bobby Burns, ha? A Burns, Bobby. A Bobby. Buzi Bobby.
Az is lehet nekem, engem érdekel. Te leszel a Puszi Bobby! Jó, bevallottam. Jó. Na, bevallottam. Nem tudok mit értelmezhet mondani. Kitől vetted a fegyvert anyámtól, attól a tagoszkúzától? Beszéljünk egy picit arról, hogy az Iron Gunból miért raboltak el egy úriember. Mi van? Kicsoda? Igen. Én nem, nem is voltam az Iron Gun fele, én nem loboltam el senkit. Én nem voltam az Iron Gun fele, én beszéljálok oda, nincs a fegyver engedélyem semmi, mi a fasznak menjek oda? Várjon kollega egy picit, várjon kollega egy picit. Jó, tudja mit cicciál? Akkor kérdezek én egy nagyon jót. Hát, ha tud rá válaszol. Jó. Lehet, hogy akkor elnézőbb is lesz. Hallott-e valami, de hogyha hülye kérdés lesz, jó. Akkor nem leszek elnéző. Jó. Hallott-e ilyen robothangú emberrablókról már? Ah, nem szó. Nem? Nem, ez ki szó. A robotok azok ti vagytok. Az úgy a robotok tényleg úgy érzik, mint egy NPC. Ah, nem hallottam ilyet, szó. Egyszer néztem egy pornófilmet, ahol egy klavi... Na, ott hangtorzítózta, kurva jó volt. Micsoda? A pornóval. Inkább nem menjünk bele, tudja? Nem is kérdeztem. Nem beszélem, mert akkor Laci ennyit a különményt? Adok. Én tudja mit? Adok, csak elkezdje beszélni. Jó, oké. Menjünk, jó? Jó. Akkor azt mondja, tudja mit? Bevallottam, én voltam, gangster vagyok, így élek. 10 hónap. Ja, ahol most akkor feltettem a kérdésem? Mondja. Na, nyalták meg a szegged? De caj, nem poszi. Istennek nem. Nem, miért? Hát csak kérdeztem, jó van már, ne halogudjatok. Nem, én nem halogszom. Én a legkevésbé se. És bejött, Ticia, magárok nyalták ki. Aha, király, van a finci, kedvencem. Maszi volt, fogadjuk. Nem, eszkü, caj. Egyik lehet, hogy a volt kácid. És azt hiszem, utána ment haza hozzád és szókolózsz-e vele. Aha, jó van. Na jó van, Tici, haladjuk. Szerinted miért zufolom a napszemcidet? Elmondom neked, az a napszemcid, mikor kint kell tiszkedtél, beszöktem, mert féltékeny voltam, komoly kapszolatot akartam a balátnőtől, csak baszni akart, csak velem. És oda nyomkodtam a faszom a napszemcidhez, úgyhogy a faszos szemű vagy. Tudja ez, ami a baj, Tícia? Ha? Nem mostanában volt barátnő. Azért mondom, az légem volt. Ja, értem. Kalci, mit kell ezt ott egyedül azzal a fiatal félfival? Hát ezt jól van, na. Jól van, ez nem veszem a bilincset, jó? Na, inkább ölök a sokkolót. Nem csinálok semmit. Nem kell a sokkoló. Kapja fel azt a mi ez? Pulóver? Ez póló? Ez mi ez? Na kapja le akkor meg azt a kis táskát. Na, kopaszka. Papírjai magánál vannak? Buzi Bobby, tetszik amit látsz? Faszockám, jó mi? A papír persze hűtnál. Gyúrhatnál egy picit többet, de... Hát tudom, hogy gyulladnék. Tetszik, mi a faszockám, Buzi Bobby? Látsz uppannál, mi, mint hal a kukolicál, ha? Ez úgy néz ki, hogyha visszanőne. Na. Ez úgy néz ki, mint egy megtelmet esző után egy cipelki gomba, ha? Megnézd, hogy az asszonadrágjában nincs a pisztoly. Elejtette. Várjon már, a jó Isten áldja meg akademista, maradjon már nyugtad. Na, lejtette a személyét. Ott van. Kívánja faszockám. Na, szép, magas. Ha? Jól nézek ki? Végül is uram, azt mondta, hogy... Mint egy új hordó. Fedőrel menekülését rabosítom, az kész uram. Hallod engem? Én igen. És én meggyilkos szágél! Aztán is öltem meg senki! Mert ki kalci! Húzzál ki! Szopkodnád a faszom! Mi? Figyelj, hogy megállt is nézni! Figyeld! Az a helyzet, nincs nálam pincettel. De akkor miért nem mész ki kalci? Messze nem vagyok, menj ki nézed a csütyimat, ha? A kis kötyában van maga szerencsét. Szeleted mi? Szimogatnád, puszilgatnád mi? Puszilgatnád mi? Figyelj, elnézek. Ki azt mondja ezt nekik, te puszi, ha? Fogd be a pofán, puszi popi! Mit nézel, ha? Szerintem azt is írja a balesz. Semmi nincs. Azt is ezzel lehet írni a számlára. Szerintem. Csak már nagyon tlómász vagyok, mert a kalci... Kalci... Leféltem a ladjától! Akkor hogy jön kifelé? Baska! Az okosan fele van felfelé most, Pertinatú. Gyere, kalci, szopkod ki a szenkem! Kaphatnék egy fotó másolatot? Ára
Hát, na látod, ezt csinálják velük az embereket, ha? Ezt megérdemelt a tícia, na. Jöjjön. Megítek föl kell, na jöjjön, úgy. Kiszadjunk már. Felvettem a nadrágot, meg korcik húlna velem. Nyugodtan, de mindjárt úgyis átöltözök. Ha? Tudod, kinek mutogasz? Az baszott a döcsém. Ha ismernélek, a barátom lenni, kit csinálnálak? Hova megyünk? Mi van itt? Na jaj. Oh, de kell veszem a fánkot, ti. Sánat is. Na, finci. Ki tudja hány hónapja rohadott, csak nyugodtan. Ó, ez a befosszók, nincs vicc, el van. Hát de van, el van dugulva igaz, de hát az a legkisebb problémája lesz. A paracsőn itt egy ruha, válogasson. Jó van már. Biztos van a saját méretébe. Az a karci ne nézze, mert kívánja a tyutyimat, zaklat, kulla velem. Lehet, hogy meglátogatja a cellába, ki tudja. Na, melyik a szimpatikus? A nagyot nem választhatja. Ide mennék is, akkor lelakom az ellacucaimat, ha? Pontosan oda le a sarokba, az is jó, hogyha oda lerakosgatja. Na. Ha jól látta a rádiót? Remélem, ennyi? Nem tudok. Ennyi. Remélem, tudok rádiózni. Akkor ez a 4-es cella, ugye? Így van. Csak nehogy elírja. Menjél már nap szímcit, adok le zét, eszkü. Van nekem is pénzem, köszönöm szépen. Na jó, pihenést, így szíve. Ugye, de legközelebb szándékosan ugyanebbe fogunk találkozni, mit szólsz? Jó ide, jó! Teleom nincsen. Mi a méretű posta? Legszebb férfi. Ilyen unisexért, ilyen nyúlós ilyen. Ne, rá, telefonozzatok már! Ide, merre a cellába. Nem tudom a hangomat megváltoztatni. Tegyen le minden tárgyat a zsebébe. Mindjárt elintézzük, nyugodjanak meg. Holna tettem. Nem, bazen nem lehet a hangerőt lejjevenni. Na jó, példé. Köszönöm, talán biztos úr. Szóval jó, könnyű szóval. Gyere, karci, kidugom a lát. Tugja ki. Szopkodnál mi, lelkapnál mi, mint halccal kukolicál a jobb. Te puszi karci, lelkaptál, mint halc. Arra téredbe bele. A büdös picsába. Ezért még karcizunk kint. Karci még ma. Téredbe bele. Ezért karcizunk. Lelkapnál mi, mint halccal kukolicál a szopkodnál. Kívánod a faszomat, mi? Te homokosz. Hét szőszök, itt vagyok az itten, a rádiót nem vették el. Majd a lépcsőn jel. Várjuk, amíg bemegy a motoros. A fárt. Na, gyertek már, mi van? Na, próbáljuk meg egymást, ne. Azt a kutyám miért krákogott, hallottátok? Még a füles jelát is. Te szaladj el! Pakolj ki! Te zsekaszopó! Bassz itt a fejét! Te zsekaszomó! Ne egymást! Olyan, és vigyázzatok, mert hátul voltak! Vigyázzatok, hátul voltak! Itt lőtt, elveszem tőle. Vedd el! Hátul a hátszokkel izébe pakoltak! Mi van, köszögék, szopjátok a lendőröket, mi? Megyünk ki! Búzi gecik, ha? Kocsi. Ajja, itt van, szegítség, itt van fent! Mindjárt fel! Ászaló vagyok. Menj ki. Fut el! Mászik fel a tetőre a csöves. Futok utána. Hova a tetőre? Fussz el utána, passzik a fejét! Be van zárva a tető. Lőjétek le! Lőjétek le! Lövöldözik, lőjétek le! Nincs fegyver, senki nem. Kocsi, most. Nincsen. Protokoll, kocsi. Ülj már be! Menj! Lassza, itt vagytok? Igen, elmentünk, menjetek, gyertek! Na, szik elült!
Ó, oh, bassz! Tették a kereket! Jövünk! Nekünk is! Mindenki eljött? Igen. Ez nagyon nagy csicskaság. Hát most mit csináljak, ha? Most mondjam azt, hogy nem váltam szoka? Nem, hát az ő részéről te ezt mondod. Jó, menjünk, majd megdumáljuk. Jó, Attila, elaludj! Ezeket védik azt a szart. Akkor vigyük Korázba, zsá? Nem viccel a pincér. Jó, Koláz! Koláz alszó parkoló! Mimi, meg vagy? Megyünk el, megyünk a szerelőhöz, mert kilőtték a kerekünket. Jó, nekünk is. Mi iszünk, elég kell menjünk, de gyertek Koláz, vagy utána megyünk szerelő. Ezt a Korázatra elmegyünk együtt. Akkor rend parkolónál szalik. Miért nem futottam rá? Miért nem ütött? Attila, kelj már fel! Jó, hogy két kerék kuka! Kis elaludt Attila. Miért nem basszom szét a csávó fejét? Nem tudom, miért futottam le. Jó, geci, hol a kú? Itt vagyunk, alsó parkoló. A lendő szigi szilinát hallok? Ah, semmi baj. Lacika, nem csak én vertelek szét, te is engem. Azt tudom. Elkurta a fejemre egy jó nagyot. Nem baj, legalább most hát tudjuk, hogy félben tudnak menni a tetőre amúgy. Eddig is tudtuk. Eddig is tudtuk. Én nem tudtam, bocs. De. Amúgy nem tudtam, én azt nem tudtam, hogy a köcsök kocsmárosok nagy kaliberekkel jönnek. Ez nem nagy kaliber volt szerintem. Szerintem tudják kiszedni Attilát? Attila! Itt van Len! Hogy a városból ki az úr, a sok banda erre egy úr városházán, ott a lényeg, Kamutyi urat tetten éred, naptár szerint üt az óra, tízet ír találkozunk. Zárva, nincs semmi sem. Nem éri meg, a dicsőség csak egyet illet. Ez mi a faszom? Akkor ezért van itt valószínűleg mindenkivel. Ez valószínűleg kocsi. Csak hatalom éhes. Ez valószínűleg kocsi. Azért van itt mindenki. Labuszba, Talci! Itt a kőn... A szerelő itt van kint a Königszeget. Gyertek, álljátok föl, mert nem tud lejönni. Ez Fater, ez Volox, ez Fater. Csak le van zárva. Itt már van mindenki. Hogy van beírva Volox? Bálint, Sárga, Belevert, Anadra, Bencos, Bianca, Mentős, Bobiko, Brabuszerőrő, Bunker, Köcsök, Guzi, Latyi, Motoros, Gazistörkő, Kálló, Kokó, Cukrázsás, Masi, Dagat, David. Köve, mi csinálsz? Dagat, David, Dobi, Gágyi, Dupla Biznisz, Elza, Gyuri bácsi, Hadaros, Rány, Hentes, Jamaika. Mimi, át tudod küldeni egy SMS-be ezt a szöveget, amit a cici küldött neked? Kék cickám. Nacika, Lagerta, Rebeka, Réka, Riamka, Roberto, Roma, Pityu, Májkika, Megalázott, Olvasszóba, Mely, Mertrik, Nika, Alonso, Ciolo, Nacika, Pablo, Polika, Please, Szálga, Celi, Szálga, Szálga, Sziológus, Szokpassa van, Takibáci, Alanyatad, Taxi, Szálga, ügy... Hol van Fater beírva? Öldözés. Iron, Gános, Ratyi, Brabus, Szentes, Ügyvédcsajci. Ja, izi a telefonszáma. Tök le a kocsihoz. Nem tudom, mit jöttem, most káosz van. Ti nem jöttök ide? Önkormányzat elé? Megyünk, mindjárt. Vagyok a Ratyilával, menjetek, menjék. Most srácok, jó dolog, hogy ott vagyunk? Nem az kéne, hát, hogy izé? Hát, mindenképp van. De nem az, hát épp ez az. Hát a szöveg az nem erről szól. Hát mit csinálnék, hogy lefényképezném az összes csűrhét, és elküldeném SMS-ben a kutyának.
Mindenki meghívást kapott. Az oké. Okay. Kassan a szöveget, akkor értem ezt is. Akkor olyan, mint hogyha árulók lennénk, érted? És lehet, hogyha mi nem megyünk oda, akkor bennünk meg fog bízni. De fogjuk tudni buktatni. Itt van még a brabuszos kint. Még, valószínűleg láttak minket, azért tudják, hogy mindenki benne van a dologban. Itt vannak még a brabuszos? Mi vonokszak a száma? Bazzag, SMS-eztem bele. Jó, mi az a lövöldözés? A kórházban. Nem a kórház, ez önkorinál van. Bacika vagy Barbi válasz? Állatok még! Lelőttek két testet mellettem! Csatok vissza be a parkolóba, kocsiba gyertek! Kocsi mögé! Mondta, hogy lövöldözés van! Fatel, ugyan miért vagy Fatel? Kocsik is mit tettetek négy? A BKV-s is megborondult. Fatel. Az ki mi a fasz? Csöves Fatel. Hogy van beírva a bonusz, bassz meg? Egy, egy, egy. Hogy mindjárt jövök vissza. Itt amúgy most mi zajlik? Valaki át tudja mesélni? Hol is lehet ide felmenni? Tudom. Itt már van mindenki. Köszönöm. Ah. Mi te hol menj? Mondtam én, hogy itt be lehet menni az önkorira. Itt van bent Vonox. Oh, és hogy íci a fatalom, de nekem nincs meg a telefonszámod, de miért? Hogy nincs meg a telefonszáma? Haló? Lehet hallani rádiót? Legyen ipcse, vagy valaki. Akinek szerelés kell, jöjj hozzá be a garázshoz. Jó. Jó, jó, majdnem ott ugrottam le. Mindig rá, az már van. Mindig Attila. És itt kellene jó, lennie egy ajtónak. Gyere, visszaviszem neked. Meg készre jönni, vagy sem? Hát meg fog kellnie. Gyere már itt a szerelő, érted? Megyek, megyek, merre? Már lent a parkolóba, itt a kórházna. Megyek. Ez régen, meg ez be van mapolva. Itt kéne lennie. Kéne ide a másik kocsi. Érti, hogy mi történik? Annyi történik, hogy bent van a Mutyi úr, gondolom, a kormányzó vagy kicsoda, és a testőr, két testőr kiküldött megnézni, hogy mi van. Azt a két testőr elbukott, azért lelőtték. Ez olyan, mint nem tudom melyik filmben volt ez, hogy aki elbukik, azt lelövik, mert túl sokat tud. Valami ilyesmi van. Ők sajátjukat lelőtték? Aha, lelőtték a saját emberüket, mert hogy elkapták őket, és akkor tudod ez a... Melyik filmből van ez? Kedves híveim! Alapvalóim! A Star Warsból van, tudod? Én róla. Vagyok! Na, a önkormányzati képviselő hétsző! Nem, de hogy szíszálomsztok ki, én vagyok a polgármester, az új polgármester, átveszem a hatalmat a válasz felett! Na? Kicsoda? De gyere, mert meg valaki le fog lőni véletlen. Á, keleszem az ajtót, á, van való itt egy ajtó. Kicsit mit keresel ott? Én vagyok az... Mit csinálsz ott fed? Itt vannak a tetőn! Itt vannak a tetőn! Lámlőttek! Lámlőttek a tetőnül! Basz meg! Ne legyetek már köcögök, ha tudjátok ki vagyok! Ne, azt sem tudja, hogy mi van, ezért most te ott megjelentél, mindenki téged akar majd. Tudjátok, hogy ki vagyok, köcögök? Meg akartok halni, ha? Benne, hogy már lelőj engem, te! Tudjuk ki vagy! Nem sokára egy halott leszel! Na, ezt te mondod, csöcsi! Tedd fel a kezed.
Barbi, te vagy ott a fegyveres csávok vele? Valahol itt van egy ajtó. Én... Mi ugyebár... Emlékeztek rá, akkor ízi, szólj már nekik, hogy ne lőjenek a ticire, az a ticit, volt, aztán szóval nem lövik a ticit, Infinity miénk volt a város, és itt üzleteltem nagyon sokat a polgármester, hát tényleg miénk volt a város. És valahogy mindig kijöttem ott elszívni egy cigit. Vagy itt vagy ott fent, nem tudom, hogy hol. Ugye ez nem az a mapolás? Szóval vimetel. Nem tudom a számát, bazd meg. Barbi, fizess ki az édet. Mit? Mondva, én majd mindjárt majd beviszem a Gézának. Itt vannak a zsakák. Mi van? Ki a faszom ez? Nézd, ívceim, az új polgármester. De hol vagy fönn? Te lát. Még odaadtam neki egy százas, kedves szíveim! Kedves szó embereinek, mi a rendőr velünk van. Mit oda? Mi a rendőr velünk van? Velünk vannak a rendőrök. Velünk vannak a zekák! Na, kedves polgáltársaim! Micsoda? Előre ment. Ne lőjétek le a zekákat, mert velünk vannak. Szóval kedves... Akkor lőjöm le a zekákat, amikor én akarok, hogy... Ez egy feladat, be kell menni valahogy, ez egy feladat, értitek? Hogyha bármelyek, mi lesz akkor? Törökülünk mindenkit, mivel bevegyük utoljára. Valami nyelt esze kapnak valamit, ez egy feladat. Nem maradtad mi mitől baszott fel? Szóval kedves polgártársaink, első szóban a cötit le fogjuk fogyasztani, ez lesz az első. Mindenki hozzon fegyvert. Ez lesz az első, amit meghozok döntésképpen. Ez az. A másik, ingyen kokain. A parkolóba tartsi lesz. Aha. Mert meg, hogy mindjárt le fognak onnan téged puffantani, gyere mellette hülye! Dehogy puffantanak le! De csak előtted, fedezek a tetőn, várj, megnézem a tetőt! Tető tiszta! Ez egy feladat, Ice! Te úgy is okosz vagy, olvasd mellett az SMS-t a közösszbe! Azért mondtam azt, hogy mi nem cseréljük, hogy ne fényképezünk mindenkit. Kellene mi most beálltunk a sorba, baszki. De kit kellene lefényképezni? Mi szoda? Hát, hogy mindenkit, aki oda tömörült, a sok hülyét. Mert igazándiból azt írja, hogy itt csak egy lehet a nyerő, meg blabla, és hogy ne állj be te is a sorba. Tehát, hol van, hol vagytok a kocsikkal? Én eljöttünk ki, csak a fegyverért. Ne hozzatok semmit, mert jönnek a zsekák és átveszik az uralmat. Eltölni helikopter és beszállok oda fent, oda fent be lehet szállni. De várj, mindenkit elküldnek, aki ott marad, azt nem fogják lőni, szóval... Jobb, ha lejössz. Jó fasz érdekel, itt én tető vagyok. Eltölni és a fenti ablaknál be tudok mászni az önkormányzatba, ha? Attila, van helikoptered? Van a helikopterem, és akkor mi van? Na, akkor azt kéne csinálni, hogy valaki hozzon már egy ejtőernyőt nekem. Hol van az ejtőernyő? Ah, otthon, a laktában, otthon. Hozni nekem kajapiat, kérlek. Hoztál magadnak fegyvert, vagy mi van? Ajjaj. Szoktél pillanat. Ja, jó. Au! Okay. Ah, semmi baj. De... Jó, vigyek neked ejtőernyőt? Igen, hozz egyet is, akkor Attilával megyünk. És ott van bent a ramba? Nem. Ah, laktál. Oké. Okay. Itt be lehetett itt menni, nem tudom, hogy miért nem lehet most. Itt már lehet ugrani, nem olyan magas, nem? Így, lassan. Így. Az magas jött volt. Jött vissza. Szóval gaplok, kösz a követés. Szerintem is az a mapoláson arra. Figyelj már, ha már a Mutyi urat kéne elizélnünk, akkor mi lenne, ha beöltöznénk biztonsági őrnek és megpróbálnánk kimenekíteni?
Hát mi lehet, hogy zsebében van valami papír, amit tudunk kell. Ha mi lebeöltözünk egy-kettő kurna gépfegyverek kellenek három, szerint a lelendőlök majd tud el... Na, érted? Öltözünk be orvosnak, hm? Mondjuk azt, hogy a mutyi rosszul van. Villanyszerelőnek. Attila, hol vagy Attila? Most megyek vissza. Jó, és szű, a helikopter él? Érted, hogy együtt menjünk, nem? Már helikopterbe ültök? Nem. Én kettő ernyőkkel. Kettő, nekem kettő. Nagyon nagy balhé lesz itt. Más is van helikopterrel, más is van helikopterrel. Még a helikopter? Még a helikopter most? Nem. Milyen helikopterre fogtok jönni egyáltalán? Ne lőjük. A fehérrel. Tici. Ti most hol vagytok? Megyünk vissza. Pici, mondom, hol vagy? Itt csak a kólász előtt. A Bentley-nél. Itt vagyok én is. Várjtok meg, visszük a izét. Menjetek. Akkor most hol van az átlárnyod? Most hozzá. És utána megyünk... Siessetek a helivel, be. Elindulunk be, mert elvileg szöknek. Kiszodák szöknek? Abba, berohantok. Szöknek el helikopterre. A mutyiét? Mindig akarják a mutyit. Hát akkor meg bazd meg, sokkal egyszerűbb izénk van. Kövesse le az izé Latika. Latika vagy hogy hívják. Ajaj. Attila, bocsánat. A vannak milliód. Mi a rep helikopterre? Hoztátok az ejtőernyőt? Megyünk. Szó. Jó, akkor utána nagyon gyorsan, hol van a helikoptered? Tudok már nekem egy... Mindegy már. Hát nincs. Figyek. Nem gyere át a másik oldalra, azt adok. A kérdés, gyönyék, mikorra jönnek. Tudod vezetni helikoptert? Tudom vezetni. Jó. Szerinted mi vápermet ezek? Mivel jártam a mazőköt? Vagy kicsi? Itt vagyunk a Bentley-be. Ők mára vannak. Ne menj oda! Hol vagy? Itt kiszállok. Adjad. Na figyelj már, miért nem követjük a helivel a izét? A mutyit. Jó, a négy személy szerint. Vigyázz, lépcső. Jó. Aki akar, jöjjön. De mi nem is az, hanem mi akkor a többiek meg mind a mehet, földön. Mehet, én mennék. Jó, akkor gyertek. Hova? Akkor leptél. Jó, megyünk. Nagy leptél, lépcső, gyertek. Itt a nagy kalipert kell. Szerintem nem. Ne menjetek oda? De. Én mi már itt vagyok, ki nem áll is kiút. Innen már nincs kiút, vigyázzatok magatokra. De hol vagytok, Latika? Bent. Önkormányzat, mitek itt akkora darab, mint még soha. Nagy Kolibert, mindent hozzatok, itt vérfolyás van. Itt, geci, hozzatok Rottweilert, mindent, amit láttok. Jó, bújjatok el, jó? Mert az ajtót lövik. Meg vagyok? Ami nincs hátsó bejárat? Viszünk mi is izét, van idő rá? Miért vigyünk? Mit oda? Mit hoztok? Mi az az izé, Johnny? Mi? Vajon elvertem mástól a nagy kalibert? Mert van lőszer. Vegyed a picsába. Hátul le van zárva egy helikopter. Bazzak, ha itt nem a Robi feltörhetni. Nem tud valaki feltörni? De fönt az átjárón. Tudod, ez az ilyen hites átjáró. És oda tudunk repülni helivel? Akkor ti jöttök, most a nagy lett illet? Megyünk. Jó, itt vagyunk már. Most mondjuk a kapul. Jó terv. Kinnel olyanek a gangsterek, bazd meg. És majd magyarázd már, hogy van ez az ejtenyős téma röviden közben. Behúzod, azt nyomod. Vagy fogod beakasztod a két válladra, és utána meghúzod a kart, és reménykedsz, hogy nem kaják szállnak ki belőle. Jó, de akkor már felvehetem most is rajta bőle. Megyünk! Jönnek a rendőrök is. Gyerünk! De nem kell... ejtőnyi, mi a faszomnak? Én nekem csak azért kellett, hogy beugulok az ablakon, ha?
Jó, mindegy, megyünk. A helikopter hátul száll. Most van helikopterre. Megyünk, szietünk. Nézzétek, hogy melle. Na mi van? Hol van? Ahogy nem itt van, a Sandybe. Nem ti vagytok itt. Jó, ha kérd át! Hozz a szákát! Induljatok el és vegyetek fel valahol minket, ha le tudtok szállni. Menjünk ki, mert mindjárt ott vagyunk. Sandybe van a helikoptere. Sandybe, hájá. Na, jöjj. Gyere. Valami széhez ám. Megyünk Sandybe. Lehetőleg automata fegyvert hozzatok. Már itt kimérsz, hogy jobban járunk, hogyha elmegyünk a közeli boltba, és kiveszek annyi pénzt. Akkor ide se gyertek szerintem. A helikopteren megyünk, de nem viszünk szukert, nem lopogtatni megyünk. Jó, a Sandyben van a helikopter, mi megyünk pénzél. Hol van a leptér lesz legközelebb, ATM? Ott a reptéren van elvileg, nem? Hol? Bent tudom, valami hangárba. Hogy leszállsz neked, gotya. Bent a hangárba? Barbie? Mondjad. Ne legyél ideges. A légiblokuszban nincsen? Érted. Ha beugrik blokusz... az ablak, akkor leütött mindenkit, az kész. Aha, majd meglátjuk. Megnézhass. Elment már onnan a helikopter? Aha, elment. Menne! Itt van fölöttünk egy piros. Narancsárga. De tetőn vannak most emberek, meg erre elkutott valaki. Ah! Most a hátul hagyjuk a tetőnket. Tudjátok, ahol szé van ez a szép jelz. Ah! Azt nézzetek meg ezt az ATM-et. Jó? Megkedik. Ez az. Jó, itt vagyunk a légi blabuszban, mindjárt megyünk helikopter. Itt vagyunk mindjárt reptéren. Nyomjó. Milyen okosz vagyok, ha? Milyen okosz? Jó, menjetek akkor látlan, Coni. Víz. Aj. Szerintem tetőről nem lehet bejutni. Szerintem is más mapolás van, bazd meg. Mert ez a izé mapolás, ez a no pixeles mapolás. Azok a régi ilyen letöltős szar volt. A szopó. Itt vagyunk a hangár. Jó, menjünk, itt vagyunk már, mi is beéltünk. Ez a van itt. Nagyon lehet urvulni. Ja. Jó, bújjatok el! Ezt be lehet lassan, nem fogtok hallani. Gyerünk! Szóval, Zoli, hol vagytok? És se vagyunk helivel, mielőtt elszöktetik a bucsit. Ahol ki felveszed a dolgot. Szendi reptérnél, ahol mondtad. Ja, jó. Mi a belvárosiba vagyunk. A válosziba, ha? Most mondtad, ott voltunk a belvárosinál, és ott volt. Azt mondtad, hogy jöjjünk ki, ja, a Szendinek. Gyertek vissza, nem. Mennyien lehetnek? Nagyon szomjas vagyok. Gyerünk! Gyertek vissza! Öcsém, nem mondtad, hogy jöjjünk ki. Áááá, jó faszomat csinálsz! Gyerünk, önkormányzat, gyerünk! Most már nem mozduljatok el, megyünk vissza. Jó, önkormányzat... Akkor miért mondtad, hogy itt vagyunk? Nem azt mondtam, hanem hogy oda megyünk, de nem megyünk oda. Gyertek önkormányzatot, valahol leszállunk és felszedünk titeket. Ez még mára van a pontos. A kórháznak a helikopteri szélyére is, arra mi is fel tudunk menni. Jó, kórház! Kórház tetejére, szállj le! Nyomjad már neki! Benne véletlen pia, ha? Átkérte. A kórház. Kórház, jobbla! Hol van a piros helikopter? Nem. Egyenes, menj egyenesen! Mit? Hol a kórház? Helyik van a kórház. Ja, tetejé le, szállj le, csak le! Mindjárt mondom még tetejé le. Kólász, tetejé le, szállj már le! Ez az.
a francba. Ott egy piros helikopter, meg egy szálka. Itt van egy zöld helikopter, meg egy szálka. A kólász tetején. Jó, eléjük szállj le. Vagyunk, azokat valahogy szét kéne baszni, hogy lefüstöljenek, vagy valami. Nem tudjátok megcsinálni? Jó, már mentősök. Zoni, álljatok meg ide, leszállunk most, pont le! Menj le! Erbe hatolunk amúgy. Ez nem a Butyi úl. Ki kéne válni, hogy lőjék szét egymást, hogy meg elkapjuk, ha, Butyit? No, itt vagyunk, bár elvileg nagyon meghaltak. Ja, látok. Szálljatok ki! Szépen! Tudjátok, bombázni fönt a heliket, az jó lenne. Nincsen fegyverünk, meg ők csak telcivel nézik. De van de nálunk. Rugdalni, vagy valami ilyesmi. Ott vannak fent velük, te! Ott vannak itt a mellettük. Gyere! Adsz egy gyűjtszét? Nekem szóval nejtő annyi. Attila, van neked van? Nekem is van. Nincs annak. Itt van. Kettőt hoztam, adjál meg egyet a Attilának, neked kettőt adtam oda. De kik azok a rendőr? Kikek jönnek után? Jó, ez... Ez mentősök. Megfogtad Tici az Ritter? Aha, köci! Ezek ilyen magasan még nem voltam. Attila, odaadom! Jó. Nekem még nem adta a Lita semmit. Várján, tesom. Ennek nincs kem, ilyen csomag kis izé, kezdjük tartani ad ide az bár. Van ott, ott a lábamhoz, nyommál be. Hát szólj, amikor benyomtad. Jó, meg én nem tudom benyomni, mert nem tudom, hogy valaki benyomja. Valaki adja ide, az benyomja. Nem tudjuk benyomni. De most ki lő ki le? Azt mondjatok már el! A kormány lő a... Tide rakba, itt van egy ilyen könyöklő féleség, vagy mi a szar ez, mint az autókban. Meg vagyok. A PD-t ne lőjétek. Ez is amúgy mi, hallottátok, hogy ezért össze van fogva a rendőrség a illegális emberekkel? Ha? Ott fekszennek, nézzet csak mennyire? Ott jobbra valami lilás kocsi. Mert szerintem... Kicsit eleszkel lejjebb, hogy itt be lehetem menni? Eleszkel le? Le is zárták itt a... ilyen GPS-en látszik, hogy itt bejelölték, hogy itt ne gyűjjünk. Ott van ajtó, be lehet menni? Nekünk meg azt mondták, ki kell szabadítani Bucsit. Gyorsan nézd meg! Mi a faszomat? Nem úgy látom. Ti? Én nem látok semmit. Ha mondjuk fász tudja. Ne menj közel. Lehet kéne, igen. Ja, ugye... Ilyen egy ötlet, de jó. Hogy nincs meg már? Oda nem tudunk leszállni ott bentre? Engem ez rendőr elzavart. Oda lentre nem tudunk leszállni? Volántra. Hát ott mögöttünk, ott már jobbra, ott van az ajzé, az a... Ott épület, csak olyan... Óvatosan szállj el le! Ne szállj le, hanem hogy óvatosan eleszkedj lefele, hülye vagy! Ahol ittam? Ne, mondom, hogy ne, mert ki fognak nyílni, menj feljebb! Nika orosz puszedni. Mi van? Lőhetek? Nem. Miért nem? Mi a faszomra lőni, Zoni? Ezt vártam, hogy lőjek. Iron Galos Ratyi. Oda, ott kéne bemenni az ablakon, itt a izénél. Ott a templom keresztnél. Jó, ez nekem akárhogy is van csapdának tűnik. Mondom, bászik az összes illegális. Szervezetet le akarják a izé rendőrök buktatni. Mi meg hülyék vagyunk, ide jövünk nyitott szájjel. Hát de mi nem vagyunk ott. Ja. Nem. A Barbiek igen. Hát de most azon nem tudnak mit csinálni. Itt olvasz már, fejtsük már meg mit írtak. Menj a önkormányzat mögé, nézzet szakala. Ha figyelgetjük, ja. Na figyelj. Hogy a városban ki az úr, a sok banda erre gyúl. Városházán ott a lényeg, ha Mutyi urat tetten érek. Naptár szerint üt az óra, tizet írt találkozóra. Ne szólj másnak, nem írj meg, a dicsőség csak egyet illet. Ezért mondtam azt, hogy,
hogy én szerintem messziről csinálni kellett volna az összes bandáról egy fényképet, és ennek a telefonszámnak elküldeni. Most a rendőrök is behatoltak, megjöttek ők is. Cserébe egy kis infót, mert mi nem megyünk oda. Hm? Jó, végeztük, megvan, puti. Hol van az a megvan? Halló? Halló? Kivel beszélsz? A kuka, azok a kékluász mafiából. Mondjál már valamit! Na, annyi van, megvan a mutyi úr. Itt van kocsiba is éppen, mint a második kebertekert. A lényeged, Barbie! Mondjad, Laci! Meg vagyunk! Kijött a rendőrség. De mondd már el a mutyi. Jó, de akkor mégis ezen belül valami... Hogy hogy van, nincsen. Mi van? Nincsen! Ledaráltuk mindenkit a kecsibe. A rendőrök ellenünk fordultak, tipli van innen. Én mondtam. Köszönség, most ellenünk van, szóval tipli van. Jó. Meg van kocsitó? Kutyiben van az épületben? Van kocsik, igen. Mi már megyünk. Jó, és ki rap... Managyit! Mi managyunk? Hol Tali? Hol van Mutyi? Mellem van? Hol van Mutyi? Hol van? Ott megy egy dobozos... Hol van Mutyi most? Hol van Mutyi? A helivel ne menjetek oda szerintem, mert rendőrség tudja, hogy darálni fog. Hol van Mutyi? Mindentek egy kurva kérdés, hogy hanem megmenekült, megmenekült a Mutyi. De hol? Mivel? De mi az, hogy hol van, baszki? Ben van a kurva izébe, önkormányzat. Na ennyit kellett volna mondani! Ez volt a kérdés, hogy hol van. Mondom, húzzunk el a büdös picsába izé mentősuháért. Tényleg, ez nagyon szép idő. Két rendőrhelikopter is van. Mi fognak beengedni az nekek? Ott van Kvacis! Ő lesz az első, aki... Menjünk. Zaván lelkevedjen. Lőjük le a helit. Vagy üljünk át a heli... a mentős helibe. Baj van, várján. Mi a baj? Ott mennek hátul valami kocsik. Láttad? Magadtunk is, nem? Nem? Mi a baj? Megnéztem az ingatlanomnak a izéjét, csak a rázsrészét, tudom, mennyi vissza lehet tőlem, hogy visszakintet. Mi van? Itt vállak kocsiba. Ujjjj. A felobbant. Csak majd egy autó. Lehet, hogy ez volt most. Pont az a fekete, amit mondtak. Ez az öreg autó, nem tudom. Milyen öreg autó? Kicsit fordulj jobbra! A Mutyinak a kocsija. Jobbra, kicsit fordulj! Jobbra, te! Autista! Ilyen pés. Jó, állj meg! Állj meg! Nézzem a telcivel, itt nagyon jó, de jó! Aha, ott van egy buzi lendül. Egy nalancálga luhász. Nalancálga luhász a felobbant koci mellett. Kommandószok. Hát akkor rábasztak. Ilyen az évet. Ugye már, cici. Ha? Igen. Én még mindig nem hiszem el neked, hogy a csöves Róbi az apád, szóval mi lenne, hogyha beszélnél vele? Te ismered a Mutyit, nem? Egyszer kihozott a gettóból, igen, mert azt hitték, hogy... Na, mi lenne, ha felhívnák, te szerencsét? Nem tudom a telci számát! Nem tudom, hova tűnt. Mondjak, nehogy már azt csináljuk, amit ezek a köcsök nyomorultak mondanak nekünk. Nyomorok telefonszámát, hívott. Tudja valaki a Mutyinak a telefonszámát? Szerintem egy. Várj, addig idegesítem a karcsit. Hívetszak. Kérdezz tőle infók. Egyébként messze, mert nekem eltart egy ideig. Látod a mentőség kevéjük egy baszot. Ja, igen, ezt bementünk volna, ki lett volna ott az első. Szép napot! Na! Hogyha szemébe gyak. Szép napot! Azt úgy eszek, hogy nem piszlogok közbe, kamilló szemem van. Olyan a szeme, mint az a régi üvegolyam, amikkel jártunk. Jaja. Egy itt alkapott még. Halljon meg a szeme. Hát csak gyanítom neked szerintem. Petike, ki fogunk bannolni a csatornáról, Petike. Ha így viselkedsz részes, írva, hogy felkeltő el MG, és olvasd el felkeltő el BS, és olvasd el részes, ez nem leszünk jobban, Petikém. Nem leszünk jobban.
De a kesztyűt tartom be. Előre nyílök bele. Lazva, mennyi a szólat itt alul? Mi bugázzuk már ki, hát van benne valami, ha? Gyorszba! Oké. Kicsit menj, itt pont alattunk, Balla, nézed szal? Kicsit leszállunk, megnézzük, hogy ülnek-e benne, nem, akkor kibugázzuk, ha? Én nem értettem most az egész lényegét, hogy mit kellett csinálnunk. Most azt akarod kibugázni. Ja, szállj már le! Ja, megyek én is. Vagy ja. Ugoljunk ki ejtőbe. Várom, hogy kell elpacsékolni. Hát, azt úgy is teszünk majd. Úgy is csinálok zét. Nem kicizek. Azt kéne menni, hogy abban a rendőrkocsiba ülnek. Ja. Biztos nem ülnek mindegyik ott pari. Lag le. Csak most az a baj, hogy most látják, hogy ezért van ide rohan az összes, hogy mit leszállunk. Jó, hát és mi meg kicsit szegények vagyunk. Csak leszállunk, semmi baj nincs. Nem veszik fel le a büdös. Na baj, hívogasd, idegesít. Mindjárt. Nagyon jó pilóta vagy. Na, ülj le benne. Vigyázz a fára. Ne állítsd le a motolt. Nem ülnek, nem? Ő lesz. Talán nem. Jó, én nézem hátul, hogy nyitva van. Ez az. Melyik a következő? Vagytok állivel, igaz? Szálva. Persze. Kanándor, itt jönnek a rendőrök, gyerünk, jönnek a rendőrök. Gyere már, Zoli, ne kezdjen meg! Gyere! Jó. Gyere már, Zoli, gyere már, nagyon sokan jönnek, gyere! Emel! Ó, flaszba. Megijedtem. Valami jó. Mi lenne, ha kiírnánk, hogy bomba van elrejtve az épületbe, és annak a köcsögnek ki kell akkor jönni. Majd legyünk tűzvédelmisek, hm? Hova? Helikoptert fognak küldeni, Rian. Nehogy éjszaka lehagyod! Azt mondta, szokat permetezel! Ice, ezeket a luákat meg kell vennünk előle! Sokat permetezel? Ice! Sokat permetezel? Jó, csáll, beszélj a kezemben! Na, Ice, nem lehet minden... Mindent nem zálasz le ennyivel, Ice! Nem lehet Ice mindent lezárni ennyivel! Nem lehet Ice, nem lehet így visszaelkedni minden, hogy hagyj meg, megbeszélj a kéznek, Ice! Meg kell venni előle ezeket a luhákat? Igen, mindent meg kell venni. Menet közben leszakad a fejed, és akkor megveszed előre a kötszert, mert tudod, hogy holnap leszakad a fejed? Nem. De ilyen luhákat meg kell venni előre? Pontán! Meg kell oldani, mint egy gangsternek. De jó, akkor... De nekem is a pénzem, sze! Szerinted mi nem tudunk adni neked? És mennyi idő, mi lesz a bombali adózt luhát megcsináljuk, ha? Pazzok, fölveszünk egy olyan nagy pajzsot, ott jól van, csúcsú. Jó, de mindegy, jó, szia. Nem ugorj ki a maga. Hogy legyen akkor? Menjünk, de nem mind a pénzem? Felszólítottak, hogy szálljunk le. Tényleg. Mit mondtak? Hát jó, akkor... Most felgyed, le leszállj már. Köszönj, nem fogok leszállni. Jó, megkértek minket, azt így. Gyemelkedj. Jó, szerintem mehetünk, nem? Persze. Hívogasd a doszfotot, próbálj meg infót kihúj. Így próbálom, de nem. A rendőrök már a GPS-ről leszették a jelzést, és az utolsó rendőr úgy láttam, hogy elfutott. De senki más nem láttam. Ott van még a hadszólat, amit ki akartunk bugázni, úgyhogy biztos, hogy nem mentek el. Mi lenne, ha gyorsan betörnénk egy Indiamárba és vennénk kamerákat, mint a riporterek lennénk. Mi meg föl vagyok a korítetét. Most nincs rá idő. Ja. Persze, erre van, hogy lebegjünk egy hétig, itt azt nem látunk lópa se. Mert mindenki akkor, mint egy kurva hangja. Jó, akkor innen bele izé társgyanozok a mutyinak a nyakába. Viszonyom meg. Mi lenne, ha csak egyszerűen bemennénk? Ha
menjünk be. Besétál, fütyüréznénk ott, fütyüréznénk, és akkor... Megmondjuk, hogy jöttünk valami papírokat intézni. Ja. Aha. Ajaj. Ujjjjj. Na, csak meg lesz a kintogat. Jujjjj. Azok a világos kékek. Jujjjjj, maradj itt, maradj itt. Itt vannak, itt vannak a feladat. Na, az jó. Kébertisek. És mi leszünk az utolsó csapat? Azt jól mondom, állunk kiválni. Hogy? Azt meg, ez egy-egy volt a telefonszáma. Nem fog kifogni a kerozin, vagy? Habá, fogyog ott. Akkor addig tankoljunk, míg ezek harcolnak. Ujjjj. Hát már mennyit bír ki szerinted még rakjában? Mi tudjátok figyelni őket? Gyorsan tankolunk. Jaj. Egy helikopter, de lehet, hogy kettő. Kettő heli van, lövik a rendőrségi intercept, vagy mi az hadszorhatot. Figyeljetek, már akkor rakjuk össze a képet. Ezek a maffia kékek vagy ki. A minden utcai gangstert, meg mindenkit is elrabolnak. Igen, pontosan? Aha. Elleszk egy kicsit le, mert nem látunk személyt. Akkor ezek szerint a Mutyi úr is gangster. Akkor nézed az izgyelmi májjára. Az egy simni süti. Nem nagyon gangster. A simni süti. Az egy kamus. Nem. Prostika a hágé. Láttam utkor. Nem fognak megtámadni. Dehogy hisz. Mi lenne, ha most elkapnánk azt a kék izét? Helikopter sofőr. Ja. És szógyan itt átuglasztod? Sötőbe fogom a nyakát. Jó, akkor már menj mellé a likot, amíg össze átuglik ipce. Mint egy széna. Mint egy cigány széna. Hány heli van itt? Van még biztos a Mutyi. Itt a helyrendőr van. Hát tán vannak. Jött egy 6x6. Aha, az neki pukkadt a falnak. Jön, nyomd úgy, mint valami közvetít. Jó, De egyik kereszkedik, jön felhez zank, jön felhez zank. Akkor leleszkedsz, te is, a felfele. Kérdezzük meg, hogy mi zank. Nem jön. Megjöttek. Nem jön, maradj. Ki kell várnunk. Jó, egy helikopter van, tartózkodik alattunk éppen. Jó helyen vagy, lilák is megjöttek. Ott egy piros gépjárm, a piros fényszórókkal. Nagyon jó. A helikoptert lődvik, és a helikopterből is lőnek. A kórház irányából. Nagyon jó, köszönjük. Hogy be egy 6-szorot. A helikopter elment. Egy 6-szorot, ami most ütközött az előbb, az most elindult, oda bemegy a kórházhoz. Jött még egy valamilyen autó, ugrándozva. Lehet van benne ilyen izé, ez a hidrotőke, vagy mi, ami patatosra. Tudod, na mindegy, igen. Ja. Jó. Más nem látok. Eltűnt a két helikopter. Jön egy nagy busz, vagy vonat, vagy mi a faszom. Ott egy nagy rózsaszín busz. Elment. A kurva kamera! Szerintem ennyi. Szerintem ereszkedjünk le egy kicsit. Visszajött az egyik helikopter. Visszajött az egyik helcsi. Megint pufogtatáson. Ott barra is van egy. Szutott neki, kifutottak a szekák. Azt már nem látom. Mik a kis hangyek? Szerinted a lecsulok, akkor az beszakítja a fejét? Nem, szerintem. Felpárolok, vagy elpárolok? Ó, szakul vagy mik? Hát igen, a lendülök elkezdenek azzal a gépfegyvellel lőni. Hát az... kilő mindent. Az gatya. Ráhajtoljátok egyszer. Majd később, Zsini. És ha kiugrok, miből? Egy világos kicsöket megmentem. Ugor ki, úgyhogy lősz közben is. Azt akarom mondani. Igen, és utána még közben ejtelni őről. Szerintem lesz, hogy bele a bolna fényesbe. Ha már mindegy. Fasza, hát a rendőrök a túlrőben, akkor gyere onnan el. Én nem ott vagyok, én egy teljesen másik módat. Most valószínűleg még mindig itt dekkolott. Na, most nem. Vagyok a pláza fölött, tetején. Nekem is szép a kilátás. Ajúj! Azt tudjuk, kemény. Számon az ide, az nagyon kapta.
Bocsi. Próbálok koncentrálni, nárok, hogy... Jó, bocs, csak de nem bírtam ellenállni. Most várjuk, megkapjuk el, amúgy itt vagy. Ezen hány kiló hajlak van meg, Zseni? Hát minden nap egy a palackon nyomokra. Gázmaszba szoktad beállítani a hajat? Sima, nem. Ott itt a tetőn a mentősök vannak, vagy nem? Nem, zekek, szeka. Dolog lenni, bereszkedek, hogy kapj egy-két golyót. Ne, szerintem ennél lejjebb ne. Egy kicsit csak, na hát... Menjél még bátran. Ima, annyi álmodnak, mint a hongyak, nem? Menjél még lejjebb. Ahogy megyek. Kicsit menjél már. Állítsd a motort addig. Az a busz mi a faszomat? Cínálod be? Nézed? Hát azt mondtam már mikor, hogy ott van egy busz. Pufogtatás, szerintem izény a tetőn vannak. Tetőn vannak a kékek! Melyik tetőn? Kicsit, te vagy a fehér helikopter? Mi vagyunk. Mi vagy? Jó, mert éppen rátok lőnek a rendőrök. De ahogy hiszem lánk. Te, kurvára te. Nem. Ott vagy te. Jó, nem baj, még nem tudom. Próbálnak lőni, de nem ére. Nem ide lőnek. Full egy helybe átok, nem? Igen, és nem rátok lőnek. Semmi baj, de így nem jön fel a golyó. Lövik a kiket a kulász tetején. Jó, Petike, kapsz egy napot, jó? Egy 24 órát. És azok mentősök ott a tetején? Tehát, ha nem olvasod el, mi az az MG vagy a backseat, akkor nem lesz úgy jóba. Tehát nem fogsz tudni a cseten kommunikálni, úgyhogy kapsz egy 24 órás bant. Olvasd el, hogy mi az a metagaming, tehát az MG. Illetve mit jelent az, hogy backseat, jó? Ezt tanulmányozod lészés, és akkor holnap vagy kedden találkozunk, jó? Mit oda? Megyünk tankolni. De akkor mi legalább miket lakj le egyik tetőn, tudjuk nézni tetszivel. Az veszélyes, mert ha oda jönnek... Nem, ide, itt erre, itt. Az a... Innen, telóról elnéz, itt. Nem, ott a lilász fények, ez nagyon messze van. Szerintem fények. Ezt túl bonyolítjuk, gyorsan tankoljunk, azt jöjjünk együtt visz. Menjünk. Mit? Meg vagy még? Akinél van készpénz? Á, nincs. Aha, van nála. 3 euró van, azért már benzinkonnal alatt tudjuk majd tankolni. Jó, van nála. Ide a kórházhoz. Akkor na, nekem is van. Mi van benzinnál? Azt mondja. Igen. Jó, szerintem nem menj nagyon közel, mert elkezdem lőni. Hoppa buszhoz, bam! Ott buszhoz, hopp! De melyik fekete... Jó, melyik az elsőbe vagy a középszőbe? Elsőbe. Első. Ja, már... Tudod dobni nekem kaját? Első. Jaj, itt is fognak lenni szerintem. Oh, Alcadius! Ez, gyerünk! Megpifogtassak a rendőröket? Nem. Úgyis bevizik a rendőrségre, csak őt hozzá. Valaki ránk lőtt, hely! Az baj. Hátulról a rendőrök. Ajaj! Hátulról. Ajaj, lőnek! Na most figyelj már, 5 golyóból! Szálljunk le, így nem tudunk. 5 golyóból kilövik, ha? Hogy lövik ki 5 golyóban a helikoptert? Milyen fegyverük van? Fordulj! Mi a faszomat lősz, Zoni? Bevitték a rendőrség. Ez nem lesz jó! Nem mert jó. Levadásznak minket, ez nem lesz jó! Menj fel magaszla! Le fognak lőni, Attila! Attila, magasz! Előle! Ice! Fordulj, nem tudok mit csinálni! Menj fel magasz! Lőj vissza! Szökjetek, Tiki! Nem tudok futni, mert... Magaszla! Emeld! Na jó van, szösszer! Miért te nem megy? Szökjék itt! Jaj, a rendőrség! Au! És most merre vannak? Lövik őket! Vagyunk lőnek a helikopter! Ugorj már ki, Ivce!
Valél. Ah, nincs leszállva szemű. Egy van a lendőszik felett? Egyszer megfelülünk a helikopterekre, a G36-as... Másik helikopterban valahol leszállva, nincs. Á, nem látom. És C-tár akkor neki megyünk egy rendőrségi helikopternek. Kíváncsi vagyok, hogy ha négy golyóból kifüstöl úgy, mint most a miénk. Kíváncsi vagyok. Ezt visszafogom klippen, ezt vissza fogom nézni. Ezt meg fogom számolni lassított felvételt. Tényleg nem kíváncsi vagyok rá. És félre ne értsd, nem kötekedni akarok meg semmi ilyesmi, csak tényleg érdekel miért az, amire mondod ezt. Az a baj, Fogvé, ezt most streamben elmondanám, hogy mi a véleményem, ami egy általános szubjektív vélemény, torkomnak ugranának. Én itt vagyok 2,5 éve a szerveren, de az is lehet, hogy már 3. Nekem az esetek 95%-ában nem jó élményem volt a PD-vel. Ennyi. Én, nekem legyen 90. Amit találtál valamit? Az esetek 90%-ában. Én nem találtam semmit. Rendőrségi semmilyen roncsot nem találtam. És egyébként semmilyen. A visszahallásokból, ugyebár meg a Discord beszélgetésekből, ott az esetek 95%-a is ugyanazt mondja, mint én. Ennyit tudok mondani. Jó, mennyi ja? Időt kövessük. Sitta jogar. De már, való jogarom. Valami, nem? Jó, nálam a jogar. Element. Ez a helyzet, ezt tudom mondani. Próbálkozok, mindig próbálkozok. Most például, csak hogyha kötekedni akarok, tudom, hogy nem kötekedsz, fogom úgy. Kiugrottam egy helikopterből, ami ugye már a rendőrség kezdte előni a civil helikoptert. Nincs, nem volt felszólítás, nem volt kör, oké. Okay. Minden lőtte, jó. Mi nem lőttünk. Lőtt, mint az állat minket. Tehát nem úgy, hogy lő, és akkor menjünk el, nem. Jött ránk, hogy azt fel kell robbantani. Kiugrottam ejtőernyővel, és pötyögtettek a levegőben. Ezt mondjátok el nekem, hogy ezt rendőrségnek, ezt miért kell csinálnia? Vagy az illegálnak. Tehát az illegálnak, illegálvi és illegálnak sem az a dolga, hogy megöljék egymást, nem? Mert az milyen RP? Tehát én most kiugrottam a helikopterből, ejtőernyőztem. És pötyögtetnek. Ez miért? Ez miért? Épész, ez miért? Tudom, Bedrik. Mindegy, nincs ezzel baj. Ez a véleményem. Fáj, nem. Nekem az esetek 90%-a nekem a rossz élmény. Ez van. Én kerülöm az RP-t. Kerülöm az RP-t úgy, ahogy csak lehet. Azért is csináljuk meg úgy a bankrablásokat, hogy leszorom, hogy 5-ször átszállok. Azt érdekel, de nem kapjanak el. De viszont van egy jó pár... Valaki fel tud szedni engem? Jó pár... PD-s, aki piszkosul jól RP-zik. Csak tudod, ez jó. 70 emberből 6, 10, stb. Valahogy itt mennek ezek meg kombolyba. Merre vannak? Most mennek a... ugye mondom. Most mennek itt a Pink Motel, vagy nem Pink Motel, hanem a... A Pink Motel ott. Börtön, hát itt vagyok. Mi itt vannak a börtön, én most jönnek. A nagy börtön, tudod? Igen. Mennek tovább. Tovább mentek, nem mentek fel a izéje. Föl hajtóra. De most... Jó, isz... Y-ül valaki? Azok leszuhantak. Valaki javasol, mi történik éppen? Hát követjük a kumbóit. De én szerintem már nem követem. Mi a faszomnak kövesszem? Hát a csóban megy. Én sem tudom. Oh. Ki vagy? Ah, Balbi! Barbi. Én húzok a Will-be! Laca meghalt, kihozta a klipet.
Megyek a kólázba, megnézem IFC-t, hát ha beszállították már. Jön mink is. Itt egy lepülő, Sandyben egy luxus lepülő. Az évcső. Úgy, úgy. Ah! Itt egy luxus lepülő, Sandybe! Szerintem lefordultak a halra. Látod? Az illegál nem lő rád. Majd mindjárt. Megvan az ipcse. Ivcsa jön a kórházhoz vissza. Maszkos emberek, Sandy, itt vannak a Sandy Leptilen, és egy nagyon luxus utasszállítót körbefognak kéfegyverekkel. Az fateré pedig. Puszillak, lacám. Elmentetek a szigetre, te hülye vagy? Miért mentetek el? Miért mentetek? Mi meg kerestünk. Mi meg kerestünk, bazd meg titeket, hát... Ratyillával nem találkoztál? Nem. Jó, Ivcse mindjárt jön a kórházhoz, gyere, valaki vegye fel. Aha. Lendőszegi helikopter megérkezett, Sandy Leptil. Hú, ez kemény lesz. Valaki vegye fel az Ivcsét, ha nincs hely nálam. Köszönöm, Lacán, puszillak amúgy. Jön valaki a kórházhoz? Itt vagyunk, Sandybe. Egy is tici. Inis, itt figyelem a luxus lepülőt. Itt kurva nagy balé lesz, ha? Most kéne helikopter meg az ejtőennyő, ha? Most fel kéne lopozni a gép le. Ti sokáig ne hagyjatok kiterjedni, mert teli van fekete kocsisokkal. Megyek. Cáipszi, jól vagy? Na, jó vagyok, szétszakadok. De kurva jót motoroztam, ha? Kék helikopterek? Rendőrségi hadsorhat. Itt kurva nagy balé lesz mindjárt, geci. Itt van a comag, Sandy Leptil! Ott van amúgy, innen látom! Kék helikopter leszek, megtámadták a lendőrszeg helikoptert. Hát, ugye vagy, hát néztem, nem is tudom melyik rendőrnek, azt néz, ki is lőtték. Indulunk ki a reptérhez. Ne, ide ne gyertek, háborúban! Hát jó, nem megyünk teljes oda, csak arra. Nem fel. Is tudom, azt mondom, a Germinator streamben néztem bele, amikor lőttek, lövöldöztek, mint a lézer. Mint a lézer. Azok a gépfegyverek. Hopp. Ibiza. Jó, Ibiza, menjön a megölnek, geci. Aha, ott ül bent valaki. Fel kellett volna lopoznom, bazd meg a repcsire. Hát, ezt látsz, hogy ki fogom klippelni, és meg fogom nézni, meg... Majd mikor lesz egy szabad streamünk, el leszünk, meg ilyenek, és rá fog érni Maci vagy Cuerto, akkor sokan írják meg, kérdezik meg, értetlenkednek, hogy miért OP a rendőrség, stb. Megnézzük, leteszteljük, mert ezek az újak még nem voltak letesztelve. Megállt egy csomag a repülő mögött. Ú,
Úgyhogy megnézzük majd. Mert az, hogy 4-5 golyóból kilő egy helikoptert, nem tudom, az... Aha, ott van Mutyi Józi, látom! Hol, hol? A reptéren? Aha, a Mosszájban, a lepülőbe! Megyünk! Ott van. És most itt lenne a Cessnám, már mennék rá. Leszállnék a tetején. Beszállt a lepülőbe, és megy el! Csak nem tudom, miért nem vett a felvonox a telefont. Nálam van. De annak mi értelme, hogy lelőjük a repülőt? Jó RP volt, csak nem voltunk benne. For greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. PCK lesz, a kertvárosi gangster. Iratkozz fel, kommentben várom a véleményed, nyomsz egy szerelmes lájkot a videóra.